Mit mondanak DJ? Na mit? Na! Nem láttam a kezeket! Köszöntöm a mélyen tisztelt publikumot! Valami hihetetlen nagy viccmester megtartotta a mai felkonferálásunkat. Hölgyeim és uraim, folytatjuk karrierünket. Folytatódik a hihetetlen nagy menetelés a bajnoki címért. Egész pontosan következik a harmadik szezonunk. Hölgyeim és uraim, lesz itt most minden is. Remélhetőleg szavazás, izgalom, adrenalin, minden is. Hogy vagytok, meséljetek ezen a csodás napon? Olyan meleg van ma, olyan meleg lesz ma egyébként, már most mindenkit megnyugtatnék, amilyen még soha nem volt. Mindenféle meleg rekordban meg fog dőlni. Országunkban egészen tuti ziher egyébként. Egy. Kipihentem magam, srácok, tegnap igen rottyon voltam, bevallom őszintén. Próbáltam magam tartani összeszorított fogakkal, és hát végül most azért úgy sikerült magam kipihenni, ha így a mai napra. Leégve, de jó vagyok. Részvétem, jobbulást kívánok. Uha. Hát ezt hogy sikerült összehozni? Ahhoz biztos tartozik egy nagyon jó történet is. Hát persze, hogyha nem titkos. Természetesen csak akkor. Hát ez ilyen félig meddig új, egyszer volt eddig rajtam. Akkor volt ez a szemüveg rajtam, mikor a kormány elromlott. Hát nem elromlott, amikor szétszereltem a kormányt. Nem ezt, a másikat. Ezt remélhetően nem kell majd egy pár évig. Minimum pár évig. Kérem szépen. Na, többen leégtetek ezek szerint. Júj, de jó. Júj, nagyon izgi. Egy hely nyaraltatok ezek szerint? Hát ez elképesztő. Micsoda furcsaságok. Őrület. Na jó, van megint ez a nagyzolás klíma. Tessék kikapcsolni, gyerekek. Azért hőségriadó, 8.8-as hőségriadó van ma. Legyetek szívesek. Hát ne urizálgassunk meg, francoljunk. Teljes mértében felháborító. Én még ahhoz is vettem a fáradtságot, hogy a léghűtőt elraktam a pincébe. Levittem a csajoknak, mondom, őrizgessétek. Hát én ekkora tisztelte vagyok azok iránt, akik szabad ég alatt dolgoznak esetleg, vagy csak hát a helynyélőkkel mondjuk nem nagyon tudok azonosulni most valahogy. Úgyhogy lehető függetlenül hajrához is. Úgyhogy nem szépen. Nem, ez nem dioptriás szemüveg. Ez kék fényszűrős szemüveg. Évek óta ezt használom, rengeteget segít. Ha ez nem használnám a kék fényszűrő szemüvegeket, nem tudnék annyit itt lenni, amennyit. Illetve itt lennék valószínű, csak rosszul érezném magam. Mert a szemem egyszerűen kiszáradna egy után. Bizony. Az állat. Soha nem voltam szemüveges. Soha, de soha. Maximum akkor, mikor apának meg mamának fölvettem a szemüvegét, aztán illegettem benne magam. Tükör előtt. Nem úgy szerettem volna mindig szemüveges lenni. Mikor picigen voltam, akkor ilyen közelről néztem a tévéképernyőt, hogy megvakulj, rosszabb legyen a látásom. Alákom el. Megtudtam, hogy az ront a látásom. Úgy mondom, én meg szemüveges akarok lenni. Micsoda dolog lenne ez? Ezt megoldani valahogy. És akkor ide néztem. Hát persze nem sokáig, mert idő után ezt adtam észre, hogy hát ez nem jó. Ja, mert vak vagy? Ja, így akkor érthető a tics. Hát mondjuk, ha vak vagy, akkor dioptria az így... Hát nagyon-nagyon flancolsz, nem igaz. Egyik légkondit használ, másik meg dioptria, úgyhogy vak. Hát ez... Hova? Hova lyukadunk ki így a mai nappal? Nagyon szépen köszönöm, Robert Márti, az ajándói feliratkozásod. Hálás köszönetem, és napsviharom üldözzön.
Jófokra lemenekültél. Mit csinálsz ott? Szórod a pénzt? Mars haza. Gyerünk. Hát ez nem igaz. A kutya fáját, gyerekek, hát ez nem igaz. Piros póló egyenlő Ferrari. Így van. Hát majd mindjárt szavazunk ezzel kapcsolatban, hogy mi legyen. De hát elég egyértelmű szerintem. Hát tegnap adás vége felé is volt egy kis szavadás. Hogy igen. Mit szeretnél, ad? Jórikám, nem tud, nem. De hogy mi van. Mit szeretnél? Mondjad. Nem találod azt a parancsot, amit keresel. De nagyon lelkes vagy. Nem akartam közbeszólni, olyan jó volt ez a szenvedésed. Mondjad, mit szeretnél, aranyapám, segítek. Szerintem külön nincs ilyen parancs, hogy van. Elkiáltatjuk. Hát akkor nincs. A bot amúgy is felvedi, amúgy megállás nélkül. Picit türelemmel leszel, ha megoldható. De ha nem, akkor... Mindjárt be fogja dobni úgyis a bot. A szemüveg öltöztet. Úgy van. Pontosan. Szabadságon vagy. Szomorú. Mi ez a flancolás? Egyik légkondit használ. Nyaralni. Siófok. Ráadásul siófok. Szégyen teljes. Hát hova süllyed ez a világ? Nem hiszem el. Én ma megyek bulizni. Miért? Mi ez? Gyerekek, tessék a küszöböt rágni. Hát hányan szívnak ma este? Ma este? Ma! Milyen meleg van? Szolidaritás! Mi a cselló? F1-22 modot, illetve, ja, itt a Games-en belül az F1-22-t kiválasztottad esetleg? Hát, hogy az maradt el. De amúgy meg nem fogom tudni neked megmondani a megoldás, hogyha ki van választva, akkor az már úgy eléggé jó. Már fél siker, megmondható. Hú, skacok, végre ma ismét Forma 1 lesz, most volt egy kéthetes kihagyásunk. 16 órától kerül majd megrendezésre a Forma 1-es francia nagydíjnak az időmérő edzése, amit én személy szerint azért várok. Várok. Jók az időmérő edzések, egyszerűen nem nagyon lehet tudni, hogy most ki hol van. Én már nagydíjak óta várom a Mercedesnek a felemelkedését. Én nagyon remélem, hogy most nyilván nem fognak a Ferrari Red Bull szintjére följönni, de ha már időmérőn legalább elérnék azt, hogy tényleg egy tizedre legyenek tőlük, az már nem rossz. Plusz Ausztriába és az előtte lévő nagydiakon is azért lehetett, nem volt tökéletes hétvégéje. Azért Nagy-Britanniában Russell is kiesett át, szóval nem volt jó hétvégéje a Mercedesnek. Azért szurkolok a Mercedesnek, nem azért, mert Mercedes szurkoló vagyok, Forbes szurkoló vagyok, és szeretném, hogyha három csapatossá válna a bajnokság, nem kettő csapatossá, mert jelenleg az egyik egy egészen jó csapat, a másik meg egy igazából retardáltakból áll. Úgyhogy ez így azért elő nehéz. Ha nem lenne ott Leclerc, akkor igazából Sainzon röhögne mindenki, hogy úristen, ez mit csinál? Így finoman szólva. Szabad ilyet mondani, persze. Ja. Ki van égve a fű, Gergő? Menj át akkor a szomszédnak a telkére, azt ott nyírjad. Mehet az afkolás ezerrel. Erre lenne a hagyságberúgás, hogy legyen végre eszük. Nem lesz ezeknek eszük. Ezeknek soha nem lesz eszük, soha nem is volt.
Szerintem. Hát Schumachert is annó elkergették végül is. Tehát évtizedek óta ez történik ott. Csak hát a mai világon már ugye nehéz elrejteni mindent alapság. Isti, hát megtisztelsz ezzel a téma kibeszélővel, de nem fogok tudni neked ezre válaszolni korrektül, de megpróbálok. Top 5 jelenlegi pilóta. Hát Alonso nekem az első helyre egyértelműen. Bár igazából az elfogult. Ha elfogulatlanul megpróbálok beszélni, Alonso. Az a hihetetlen nagy csibészség, az a aprólékosság, az a rengeteg tapasztalat, az a hihetetlen tempó, ami még mindig megvan. Én őt raktam a személy szerint az első helyre, viszont tehát vele egy szinten van, én úgy gondolom, Verstappen, Leclerc, viszont ők tapasztalatlanok, de nyilván azért hiába egész életükben a profi Forma 1-re készülnek, akkor is azért nem mindegy, hogy te a Forma 1-en kívül töltesz el éveket, vagy a Forma 1-ben töltesz el hosszú-hosszú éveket, mint Alonso is, ahogy tette, úgyhogy én ezért raktam Alonsót egy első helyre. Utána viszont mindenképpen Verstappen, Leclerc. Verstappent azért, mert ott nem is nagyon vitatkoznék egyébként. Verstappen mindenféleképpen első, vagyis hogy második hely, de őt is rakhatám akár az első helyre. Harmadik helyre Leclerc-t raktám, utána pedig Hamilton. Ez már akkor 4. Aztán ötödik helyre pedig... Russellt. Jaja, Russellt raknám. Csak akkor korrekt vagyok. Igen, de ez tényleg... Tehát melyik ujjamat harapjam meg? Ez ilyen. Két. Én így érzem. Sok nehéz. Valaha volt legjobb pilóták? Hát szerintem... Nekem úgy gondolom, hogy Schumacher. Az a baj, hogy én meg nekem nem... Én nem ismerem Sennát. Nem ismertem Prostot, Laudát például, de akiket amennyire én ismerem, és ki fogom hagyni, mit tudom, milyen Fangio, meg Sincső, Fincső, Füttyörüttyörüttyörüttyöket ki fogok hagyni, ez biztos. Sok bajnokot, mert nem ismerem őket azért. Viszont Schumachert ismerem, első helyre, mert a Laudát beraknám, harmadik helyre meg Alonsót, egyértelmű, harmadik helyre. Vagy hova? Vagy hol vagyok? Negyedik helyre, kit? Nem, senkit. Ne haragudj meg. Nem akarom félváron venni kérdésed. Nem, negyedik, ötödik helyre. Már olyat raknék, amint később megbánnék. Nem korrekt ez. Full time. Nem. Maradjunk ennyibe, Isti. Mi korrekt voltam. Jó reggelt neked is, Pilli. Készed, ma láttam Budapest felett elrepülni a tegnapi kamerát Brazíliából. Ja, igen. Volt tegnap egy ekkora kameránk, ami repült előttünk. Alonso a kedvenc pilótám. Figurúan. Alonso. Előtte szurkoltam például Schumachernek, ő nagyon-nagyon-nagyon szerettem Schumachert. Akkor szurkoltam sokat Massának például, amikor még mentek ki a szekere. Aztán mikor már... süllyedt a hajó, akkor leszálltam róla, ott hagytam, cserbe hagytam. Nem, nyilván, de amikor tényleg küzdött a bajnoki címére, akkor nagyon-nagyon szurkoltam neki. Meg igazából én inkább Hamilton ellen szurkoltam mindig is, amikor McLaren-es volt. Aztán miután a Mercedes-be bekerült, annátok ezzel idegen hagyott. Érdekel sose. Mert mindig a riválisainak szurkoltam. Emiatt utáltam őt lényegében. Rüheltem, gondolom, nem igaz. Ugye azért, mert gyors volt. Piszok gyors volt, és mindig méltó rivális volt egyszerűen.
Úgyhogy ennyi, kérem szépen. Alonso után Piastri. Neki fogok szurkolni, már a következő évben is. Jön a Forma 1-be aztán. De hova? Hát ezt még nem tudni. Biztos, hogy jön. Jönnie kell. Ja, hát igen, ez elég nehéz is. Igen. Nagyon-nagyon nehéz. Tehát ott ahhoz, hogy ha valaki korrekt akar lenni, akkor meg kell nézni a múltat. Tehát én úgy gondolom, hogy top 5-ben Lauda mindenféleképpen oda férne. Tehát egy ilyen olyan személyisége volt a fickónak, hogy... Tehát látszódik egyébként, hogy mindig is látszódott a nyilatkozatain, hogy az a fickó az nem kitaláció volt a filmekben, a Rush című filmben. Azt egyébként valaki nem látta, kedveli a Forma 1-et, vagy kacsingat a Forma 1 felé, javaslom, Rush. Geniális film. A Thor játszik még benne, aki a Thort alakítja, ez a Chris. Nem tudom kicsoda, micsoda. Ő alakítja James Huntot. Egy szenzációs történet, szenzációs pilóták. Marha jó. De leginkább ott Lauda, tehát amint keresztül ment, ahogy bemutatja ez a film, és ez tényleg megtörtént, tehát beszarás. Többször láttam azt a filmet, tehát mentálisan, hogy lehet valaki ilyen kemény, ezt nagyon-nagyon tudom tisztelni, tényleg. Viszonyatosan, nagyra értékelem. Hú, nagyon-nagyon-nagyon durva, hogy valaki tényleg mentálisan ennyire erős tud lenni. Hihetetlen nagy dolog ez. Egyébként sok élsportoló ebben nagyon-nagyon jó. De, és ez ezen múlik nagyon sok a mentális állapoton, hogy mennyire vagy te erős mentálisan. Mert ha bármit csinálsz, és bármit jól akarsz, nagyon-nagyon jól akarod csinálni, akkor mentálisan kell hihetetlenül fejleszteni önmagad. Brutál. És mégis, ez egy nem egyszerű dolog. Egyrészt nyilván azért gondolhatom ezt, mert nem tudom, hogy induljak el ezen az úton, hogyan lehet arra a szintre elérni. És ez nem adottság, meg ilyen hókusz-pókusz, ezeket mind lehet tanulni, én úgy gondolom. Hát persze nyilván az élet is valószínűleg arra nevelte, meg egyéb más dolgok is, de van, aki nem úgy nevel, és esetleg úgy dönt, hogy szeretne erősebbé válni, akkor ott van előtte remek alkalom igazából. Örület. Na jó. Szép lassan megindulok. Hello neked, meg remélem, hogy sikerül megcsinálnod a játékot. Ha esetleg nem sikerül, a tutorial alatt ott van egy Discord szerver. Érdemes kérdezősködni. Angolul. Igazából így ennyi röviden többen ott. Meg tudni. Hát még ledaráltam ezt a pár sort, az... Tudom, hogy fél kilót fogytam. Induljunk meg. Aztán... Válasszunk új csapatot? Szavazunk! Megbeszéljük, hogy mi lenne érdekes, merre kellene elindulnunk. Ja, az alapjátékot kellene letiltani? De azzal van probléma? Hát cselló, hogyha még itt vagy, akkor az OSD, az on-screen display OSD customization belül vannak ott található egy-két kijelző, amit szeretnél eltüntetni. Ne a hiddenre menjél, hanem az opacity-re. Tudom, hogy kell mondani ezt helyesen, de így mondom. Talán így a legegyszerűbb. Arra rámész, tehát azt kell nullára lehúzzod. Ennyi. Mennyire van meleg a szobámban? Hát egy 28 fok minimum. Inkább az már 30, nem tudom. 30 körül. Mindig melegebb van, mint kint, mert mindig, amikor kivegyek, hozok innivalót, akkor kint azt érzem a 29 fokos melegbe, mert látom, ott van két hőmérő, itt bent meg nincs, itt két gép megy, megállás nélkül, három monitor, egy lámpa,
és még akkor én is itt lihegek, lüktetek, mint az állat, ordibálok jobbra-balra, szóval biztos, hogy meleg van. Úgyhogy... És mindig, mikor kimegyek, akkor így azt érzem, hogy oh, de jó idő van. Jó, de mi a franc? Nézem a hőmérőt, 29,5! Baszki! Te jó Isten! Ki ez a retardált? Mindig elszörnyűködöm magamon. Hogy lehetek ilyen? Itt. Ki a Cyber? Második emeleten lakom. Semmi extra. Fölöttem van egy bombanő, ha arra is kíváncsi lennék is, ó. Esetleg alattam. Is. Oldalsókat meg inkább hagyjuk. Mert szerintem így vannak ott a fal mellett. Poháran, ugye. Minden reggel én ébresztem őket, így a Forma 1 maratonokkal itt a nyáron. Jó viszont ápolok velük, az a lényeg. Nem, egyikkel nem. Nem szeretem. Állom őket. Nem szeretem őket. Másik szomszéd az meg hullos. Rendben van. Minden hónapban más lakó. Nem tudom, hogy. Aki azt mondta, drogos vagyok. Igen. Alvó streamre. Jó, rendben, kisó. Alattam van. Van. Nem szoktak hangos. Senki nem szokott körülöttem hangos. Senki. Hát esetleg bent az idióták, vagyis itt a gangrészen, lépcsőházban. Ugye három emeletes, mellettem akiket. Itt hárulnák a házat. Egyszer biztos kilakoltatom őket. Az hozzi el. Én innen sehova nem megyek, az biztos. Ők viszont fognak. Előbb-utóbb Balabási gondoskodik róla. Hogy menni akarjanak, én meg majd rájuk adom a kis kabátot. Ott látásra. Még el is költöztetem őket oda, ahova akarnak. Világ végére is elkísérem őket. Komolyan mondom. Én fogom vezetni a kis buszt. Így van, igen. Igen. És hazafele úton meg végig ilyen stream fog pörögni. A 66-os úton. Az összes csáné csöcsös. Érzem magam elragadtatni megint. Hagyjuk abba. Végig a 66-os úton. It's contract renewal time. So think about if this is where you still want to be. We can try and negotiate a better deal here. Átmennék bontok a lapáccsal. Jó van, Gergő, figyelj, valamelyik nap ráérsz, gyere. Fizetek neked egy röccsöt. Mit szólsz hozzá? Na most ugye McLarennél vagyunk, és hát el kell dönteni, hogy hova megyünk. Jó reggelt közben, üdvözlök mindenkit, nagy szerette. Na, Sainz ugye visszavonul, és mikor jött az, hogy Sainz visszavonul, jöttek ezek a hírek, akkor már én elgondolkodtam azon, hogy na milyen, sőt mondtam is igazából, így hangosan gondolkodtam, hogy na, nem is lenne rossz egyébként átigazolni ide a Ferrarihoz, úgyhogy ez egy egészen jó lenne. Ugye sajnos a bajnokságot elbuktuk. És... az utolsó fordulókban buktuk el hivatalosan. Ez marhára nem így nézett ki. Az utolsó nagydíjakon én úgy gondolom, hogy nagyon jól szerepeltünk. Tehát ez a bajnokság már igazából Hollandiába, Magyarországon, Nagy-Britanniába elment. Mert Hollandia után 5 nagydíjat nyertünk Zsinórba, Brazíliát is megnyerhettük volna, hogyha ha nem vagyunk ilyen iszonyatosan szorult helyzetben. Nyilván volna, ha,
De ezekből lehet igazából tanulni. Ezekből lehet úgy igazán levonni a tanulságot ténylegesen, mert van. És ebben az a tanulság, hogy igenis van tempó. Volt tempónk, lesz tempónk, ezekre kell gondolni, nem arra, hogy elbuktuk a bajnokságot. Rengeteg bajnokságot már elbuktam én korábban. Rengeteget, számtalan bajnokságot. Úgyhogy a Ferrari ugye még az első szezonnál top csapatként indult. Első helyen voltak igazából az erős sorrendnél. És a Red Bull jött mögöttük nagyon-nagyon szorosan. Aztán az idő előre haladtával a Red Bull lefejlesztette a Ferrarit. Aztán egy oda-vissza dobálták egymásnak a lasztit. Esett végül jöttünk ugye az Alpinnal, megelőztük őket. Az Alpint pedig lepasszoltuk a Bottas Diktum duójának. Végül Bottas ugye behúzta a bajnokságot. Nagy örömömre természetesen. A Ferrari borzasztó. Borzasztó volt nézni. Személy szerint én azt gondolom, hogy tényleg katasztrófa, hogy mennyire gyengén teljesítettek. Itt egészen pontosan látható, hogy mennyire hiper gyenge teljesítmény nyújtott Sainz, Ricardo. Én nem lepődnék meg azon például, hogyha oda mennénk Sainz helyére, akkor Ricardot is onnan elpaterolnák. Én nem örülnék egyébként neki, de hát akkor mondjuk azért örülnék neki, hogyha esetleg ugyanúgy hasonló tapasztalt pilóta érkezne oda a Ferrarihoz, mondjuk egy Hamilton, neki elég nagy a tapasztalati pontja. Az mondjuk elég durva lenne, úgyhogy ennyi kérem szépen. A másik nagyon fontos dolog pedig az, hogy én más csapatban nem igazán látok potenciált. Jelenleg ott tartunk, hogy kiváló pilótapárosok vannak. A Red Bullnál, tehát Verstappen-Leclerc duónál jobbat nem lehet elképzelni. A Mercedes-i Hamilton-Russell duó hihetetlenül jó szintén, de oda is kellene egy vérfrissítés. Russellnek azért picikét 105 ponttal kevesebb szedett össze, tehát azért az nem túl jó, túl acélos. Pilóta keringő biztos, hogy be fog indulni, ez 1000%. Akárhova megyünk, akármennyire maradunk itt, én úgy gondolom, hogy biztos, hogy sok átigazolás lesz ismét, mert több versenyző nagyon rosszul teljesített, tehát például ugye Sainz egyre visszavonul, Diktum nagyon gyenge volt, bár nem tudom, hogy tőle mit vártak el ott az Alpinnál, ő egy mocskos gyenge versenyző. Hát én nem szívesen bolygattam meg a Mercedes, nem szívesen bolygattam. Hát a Red Bull, na hát az nem. Szerintem én a Red Bullt. Nem jó a fedélzeti kamerája. Nem. Valahogy nem kell, nem szimpatikus az egész úgy, ahogy van ott, nem. Sose szerettem én a Red Bullt, valahogy nem. Kívülről elnézegettem őket nagyon szívesen, de belülről, Nem megy. Alpinhoz biztos, hogy nem megyünk vissza. Nem szeretem azt a csapatot. Őket tényleg nem szeretem. Alonso sincs már ott. Egy csapat marad számunkra, illetve kettő. Maradunk a McLarennél. Vagy megyünk a Ferrarihoz. Vagy megyünk a Mercedeshez. Vagy meghúzzuk a váratlant. Ja, egyébként fontos dolgot elfelejtettem mondani, hölgyeim és uraim. Az itt látható. Három részleget kellett újra húzni a csapatoknak, és hát itt gyönyörűen láthatjuk, hogy a McLarennek például marhára nem sikerült. Azért bizony egy-két alkatrész elment a levesbe. A kérdés az, hogy milyen erős sorrend lesz majd a következő szezontól. Tehát az is lehet akár, hogy mondjuk az Alfa Romeo lesz hihetetlenül OP. Mert ők például a szingapúri nagydíj óta semmi fejlesztést nem hoztak. Tényleg semmit. Bizony.
Szóval ezen érdemes elgondolkodni. Próbáltam gondolkodni érveken, csapatok mellett, próbálnék mindenkit érvelés mellett buzdítani, érvelésre buzdítani, hogy miért lenne jó mondjuk az X csapat. Persze voltak olyan csapatok, akiket csak úgy szimplán fogtam és lesöpörtem az asztalról, mert csak úgy nem tetszik és kész. Hát van ez így, na, igazából. Hát nyilván a Williams-et nagyon szeretem, bármikor szívesen megyek velük, de itt most tényleg a bajnoki címért kellene mennünk, mert konstans eddig az élmezőnyben voltunk, továbbra is ezt tartani kellene. Úgy gondolom, hogy a reális esély a bajnoki címre a Ferrari-val lenne. Bár az is lehet, hogy középcsapattá fog visszafejlődni, nem lepődnék meg. Bár kétlen, mert kettő egészen tapasztalt versenyzője van, volt szezon vége fele is a Ferrari-nak, úgyhogy gyanítom, hogy elég sokat fejlesztettek. Úgyhogy nyugodtan indíthatjuk a szavazásra, gondoljátok, és szavazunk hát nem tudom, mennyi értelme van, tegnap adás végén szavaztunk a Ferrari-ról, egyértelműen nyert a Ferrari, de szavazunk most is, de rendkedvér Ferrari, Mercedes, Alfa Romeo, ez a három legyen. Vagy egy McLaren-t is rakjuk. Nem, McLaren nem fog szavazni senki se. Fölösleges. Ferrari, Mercedes, Alfa Romeo. Kettő top csapat, és egy erős középcsapat. Alfa, ugye. Hát az egész mező, hogy egészen egyben van azért úgy nagyjából. Hát helyen közel, de... Az Alfa nekem nagyon tetszik. Iszok jó fedélzeti kamerája van szerintem. Kívülről annyira nem jön be az autó, de itt nekem a fedélzeti kamera nagyon-nagyon fontos, úgyhogy mit gondoltok erről? Nyugodtan írjátok le, mit gondoltok, és akkor, hogyha esetleg olyat írtok, akkor újraindítjuk a szavazást, hogy valami hasonló. Beszéljük meg! Nem akartam senkiből sem hülyét csinálni tegnap, meg most se, csak tényleg azért fontos, hogy döntünk, gondoljuk át, levegyük félvállal. Na, nekem szívügyem, mindig szívügyem volt ez a karrier. Ennyi igazából. Jó reggelt közben mindenkinek. Sok a fanatikus. Hát én úgy gondolom, hogy itt az érvekre kell most gondolnia mindenkinek, és nem arra, hogy melyik csapattal ki hogyan szimpatizál, mert hogyha arra hagyatkoztam volna én magam is, akkor szerintem elég sűrű mennénk a Williams-el. Williams, Alfa, így ez a kettő, mert azoknak jó a fedélzeti kamerája. Meg hát a Ferrari-val azért elég erős közös múltunk van. Jézusom, ilyen megosztó szavazás. Mi a fele? Azt a bocskos istálóját bele. Szavazzatok egyébként nyugodtan, hogyha tehetitek. Úristen, meglepődtem nagyon. Hát de miért? Alfa Romeo-ra 53 ember szavazott jelenleg. De miért? Középcsapat, hogyan leszünk bajnokok velük? Meglepő. Végül a Ferrari nyert amúgy, de Mercedes is milyen sokan szavaztak. Azta. Miért a Mercedes? Hogy? Mi okból? Csak azért, mert? Vagy miért? Hát szavazhatunk akkor Ferrari Mercedesről ismét. Hát na, nézzük meg. Furcsa, meglepő, nagyon megleptetek. Mivel így, hogy változhatod erősorrend, szerintem kb. Véletlenszerű, hogy bajnok esélyes lesz-e, legbiztosabb a maradása McLaren-é, vagy a Ferrari esetleg bajnok akarsz tenni. Hát... Ferrari vagy Mercedes kb. Mindegy, de... Jaj, na, egyetértünk egyébként, nagyon nagy részben. Szavazatok, elindult közben a szavazás. De ne ilyen szoros. Mi a fene? De miért a Mercedes-re szavaztok ilyen sokan? Ferrari van, mi a gond? Hánytok attól a bandától? Megőrülök. De miért?
Biztos jó lesz a Merci a következő szezonban? Hát nem, nem biztos az. Jövő egy szint lesz a Ferrari Mercedes. Lutri, a legjobb csapat a McLaren lesz jövőre, ez torony magasan. Ugyanaz lesz, mint ami volt a, tavaly a, az Alpinnal. Itt bal oldalt érdemes látni, hogy mekkora előnnyel kezdte az Alpin. Beszadás. Perka most is nyer. Perc is karriert, még nem láttál itt. Ja, aha. Ja, jó. Mercedes karrier, de volt korábban. Volt. Nagyon ritka, de volt. Biztos, hogy megyünk majd még a Mercedes-re, de hát most egészen jók. Percik. Hát velük, tehát a Mercedes egy új karrier lenne a legideálisabb. Fölfejleszteni, följönni a top csapatok mögé. Húha, meglettetek. Tovább közül visszaolvasni az érveket. De azért szavaszál Alfára, mert bízom benne, hogy nagyot tennek előre a kövé évbe. Ha. Jó. Hát Ricardo elég gyönge lesz. Valószínű. Hát itt csak az egyéni bajnoki címét tudunk majd venni. Mi van akkor, ha DRF király nem kap ülés jövőre? Hát akkor kakas úrfi. Akkor kapsz egyet tőlem. Nem tudom, valami lesz akkor. Tudom bizony. Igen, meg hát nem mindent megnyertünk. Igen, nem tetszik a hangulat. Őt közel állapotok vannak, nem jó. Kell a környezetváltás, úgy érzem. Meguntam a csapatot. Ennyi. Nem megy ez igazából. Nem, ami nem megy, erőltessük, azt mondják úgyis. Ilyen egyszerű. Nem tudok színezni. Sajnos, ne haragudjatok. Elfelejtettem még kivenni a pontok közül. De pontot visszakapja majd az illetőt. Kiváltotta, és ne haragudjon. Szervus Olti. Szia Bazsi. Na jó. Akkor jött a Ferrari. A terv egyébként az, elmondom, és szerintem mindenki meg fogja érteni, az egészen biztos. Picit fölpörgetjük a dolgokat. Ferrarival megyünk a bajnoki címért. Megszerezzük a bajnoki címet, és utána pedig egy középcsapathoz fogunk majd menni. Egy Alfa Tauri, Haas, Alfa, valami ilyesmi igazából. Ez mindenféleképpen így lesz majd. Tehát ezt a Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren-t hanyagolni fogjuk. Ferrarival megnyerjük a bajnokságot, aztán viszontlátás. Ennyi, aztán a vista. Szerintem, ja, ennyi. Elég, tehát most jövő héten letoljuk a harmadik szezont. Úgy gondolom, hogy hát azért nagyjából igen. Hogy is van? Ja, nagyjából igen, le lesz tolva. És akkor ennyi. Utána jöhet az Alfa Romeo, tartanak a kisebb csapatok, vagy bármi bár. Nem viszontlátásra. Na jó. Megpróbálok kikunyerálni rengeteg lóvét a Ferrari-tól most. Mert a Ferrari most rám vágyik, ez egészen biztos. Térde rám a könyörögnek, hogy Balabási, gyere hozzánk, gyere, várunk sok szeretettel, ennyi. A Ferrari-nek egyébként nincs egy rossz fedélzeti kamerája, nincs rossz hangja, meglátjuk. Elvileg nagyon akarnak bennünket. Na! Erről beszéltem. Látjátok? Alá van írva a szerződés. Imádnak bennünket. Tehát a Ferrari-nél már annyiszor voltunk, mindig úgy jöttem el onnan, hogy sírva. Sírva. Nem az örömtől.
megnyerjük szépen a bajnokságot, aztán viszontlátásra. Ó, hogy erre meg pont nincs elég pont. Az nagyon fasza. Akkor mit fejleszek, aranyapám? Motorkopás? Jó, oké. Okay. Ezt a pénzt meg elrakjuk. Hát nagyon kíváncsi leszek az erős sorrendre, azt a rohadt életbe. Na, milyen szép az autó! Nem rossz, bár a való életbe szerintem sokkal szebb. Na nézzük, milyen fejlesztéseket mentettek át ezek a trógerek a következő évre. 500 ERS fejlesztés. Mi? Az összes megbízhatósági fejlesztés elmegy a kukába? Bakker! Ezek nem fejlesztettek ki semmit itt. Hát igen, nagy trógerek vagytok. Jó. Várjál akkor. Ez nekünk mindenféleképpen kell. Egy belső égésű, mert biztos, hogy helyesen fog kopni. Meg akkor van még itt egy Venturi. Egy leszorító erőnövelő. Kacok, a McLaren így sokkal jobban vissza fog esni, mert tudja, hogy mindenki csapat a teljesítményt húzta, és nem a megbízhatóságot. Mi meg a McLarennél, baszki, a megbízhatóságot nagyon kihúztuk. Jaj. Hát jó. Igazából, mondjuk 12-én kapunk még pontot, várjál csak. Ki lett a csapattársunk? Na majd megtudjuk, hamarosan. Ilyen a szezon végi értékelő. 5.42. Mit ajánlasz? Energiatároló. Menj már. Szegény McLaren. Jó, végülis ők most meg majd a teljesítmény fogják húzni konstans. Hát ők nagyon durván fognak fejlődni szerintem. Na, miért nem? Mi van? Bevágult. Jó. Hol az MGUH? 100 pont! Turbo. Akkor legalább a turbo menjen ki. Így. Meg egy MGUH kellene. Jó. Na ki a csapattársunk? Hát ez mi? Ezek idióták! Úristen! Schwarzmann! Mi ez? Hát hogy fogunk így fejleszteni? Bazd meg, egy idiótát raktak ide mellém. Ezt nem hiszem el. Lul! Nézzük, engem megint ki akarnak csinálni teljesen. Tipikus Ferrari, utálnak. De mégis mindig térden állva könyörögnek azért, hogy oda jöjjek hozzájuk, hogy szóbáljak velük. Undorító! És figyeld meg, ez az idióta Ricardo meg ment a McLarenbe. Mibe fogadunk? Tudni, hogy ez lesz. Úristen! Te Jézusom! Ezt mondtam, Ricardo egy nagy nulla volt. És fasz van, berakják, tehát mi ez? Tehát hogyan? Hogyan jut eszébe egy Ferrari-nak egy Schwarzmann? Most őszintén! Great, that's everything we need. You can go back and edit anything we've done so far, and we'll come back here at the start of each season. But if you're ready to go, hit advance to head to Team HQ, and we can start our push to the top of Formula One. Na várjál, visszatérünk ez a sisakhoz. Ez nagyon jó volt. Erre emlékszem nagyon, ez igen jó volt.
megtrolkodjuk a Ferrari-t egy full rózsaszín sisakkal. Nem, nem. Valami szépet kellene összerakni. Ötletelek. Tudom, nem látszódik, de nagyon rajta vagyok. Fekete. Fekete kell ide. Fekete. Hát. Mit szóltok hozzá? Ilyen furcsa. Túl sok benne a fekete. Hát azért nem tudok mit csinálni. Szerintem is. Fehér. Hát gondolkodtam rajta, próbálgattam, de hát így csúnya. Nem az igazi, az így. Ó, várjál. Meg egy sötét szürkével. Így. Lila se az igazi. Hát, ja. De legalább nem olyan sablonos. Ez olyan kis ura. Legyen így. Picikét barátságosabb talán. Jó. Oké. Na gyerekek. Nézzük az erős sorrendet. Basz meg. Hát lehet, hogy jó helyre szerződtünk. Mi a fene? Uram, atyám!
Igen, fejleszteni sem kell majd. Édes jó istenem. Húha! Na várja, nézzük az aerodinamikát. Első hely. Az igen. Karosszéria. Második hely. Motor. A negyedikek vagyunk. Aha. Megbízhatóság. Na itt lesz a durvaság. Oda néz! A McLaren! Úristen! Nem értem amúgy ezt miért így van megcsinálva. Tehát ahogy van megbízhatósági... nem is... reset, akkor egyből mindig ez van. Valamiért megőrülnek ilyenkor a csapatok. Most konkrétan Senna első fele arról fog szólni, hogy csak a megbízhatóságot fejleszik majd. Mi is azt fogjuk majd persze. Édes jó istenem! Hát, kicsikét csalódás. Na nézzük. És továbbra is farsz van a csapattárs. Nem hiszem el. Na nézzük, hogy történt-e valami változás. Hoppá! Mercedesnél Norris! A Williamshez visszament Russell! A McLarenhez visszaigazolt Ricardo! Az Alpine maradt, az Alfa Tauri maradt, Ocon Gaslyval, Red Bull, Verstappen, Leclerc, érthető, Alpine, Bottas, TikTok, igen, jó, Hamilton, Norris. Nem rossz. Alfa Romeo, Tsunoda, Piastri, katasztrófa. És újra összeállt a Russell, Nicholas, Latifi duo a Williams Racing csapatánál. Geniális. Aston Martin maradt Albonnal és Strollal. És Perez! Perez visszatért! Atya világ! Egészen korrekt volt a játék. Kár, hogy nem a Ferrari igazolta le Perezt. Gyönyörű! Úristen! Hát elég érdekes lett a felállás, azt kell mondjam. Minden új csapathoz igazoltunk, én nem lepődnék meg azon sem, hogyha Lajt ismét föl kellene venni ilyen 105 körülre. Komolyan mondom, hogy a McLarenhez mikor átigazoltunk, akkor felborult minden. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz a játék. A McLaren-es tavalyi szezonnak a második fele az már elég durva volt. Én amondó vagyok, hogy egy picikét följebb veszük most majd a nehézségi szintet. Hát mindenféleképpen jó fog jönni ez, mert hát azért mégiscsak elsők vagyunk az erősorrendnél. Ennek én annyira azért nem örülök. Jobban szeretem, mikor van kihívás. Mikor fejlesztésekben is van kihívás. Abban. Hát így sem lesz ez egyszerű, szerintem. Jó, hát majd látjuk itt a Bahreini hétvége után, hogy mi a helyzet. Érdekes. Nagyon érdekes lett. Nagyon érdekes lett. És nagyon jók lettek az átigazolások is. Tehát ez a Mercedes duó. Tényleg a tavalyi év után Russell elbocsátása a Mercedes-től teljesen logikus volt. 105 ponttal hozott kevesebbet Russell. És szerintem ez a konstruktőri második, harmadik helyűbe került körülbelül. Nem, a McLaren nagyon durván föl fog fejlődni. Én a megbízhatóságot húztam ott a McLarennél. Itt látható egyébként. Torony magasan elsők. Hát most a McLarennek ez óriási előnye lesz majd. Nyilván kevesebbszer fognak ők lerobbanni. Viszont ők
sokkal inkább majd a teljesítményre fognak összpontosítani. Hát ők nagyon durván föl fognak fejlődni. Motorban nagyon gyengék lettek, vagy miben lettek nagyon gyengék? Aerodinamikában. Igaz, meg utolsó előtti. Ja, durván visszaestek. Ja, de mondom, föl fognak ők jönni elég hamar. Elég. Két-három nagy díj, tehát velük azért lehet jól fejleszteni. Na hát itt a Ferrari-nál azért egészen jók a gyára. Picikét talán jobbak, vagy azonosak így a McLarennel. Hát azért nem fullosak a gyárak. Nagyon nem. Jó. Jön akkor az első hétvége. Kezdjük meg a menetelésünket. Jön az első fejlesztési pont. D80. Ezt lehet valamire költeni egyáltalán? Hártó fejleszi. Persze. Valószínű arra fogom majd. Menjünk tovább. Ó, most látom, hogy fejlesztik még a gyárakat. 16-án kettő darab fejlesztés, aztán 17-én ismét fejlesztés. 1002 pontunk van. Csak a megbízhatóságot fogjuk húzni. Oda néz. 29-én jön egy megbízhatósági fejlesztés. Júni 29. Elég messze van motor. Június 22 az is. Júni 22 és július 13. De ott azért robbannak a bombák rendesen. Jó, menjünk tovább. Nem fejleszünk semmit sem. Úristen, ilyen Binotto. Azaz! Így még több fejlesztési pontot fogunk majd kapni hetente. Na, nézzük az autó bemutatót. Ezt a mindenit mennyit változott! Jó ég! Durva! 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 Mehetünk tovább? Marketingfejlesztés! A jelenleg... Pesta... Központ... Hát egészen jó. Egészen. Nagyon kíváncsi ezek a kopásra. Na menjünk be az első hétvégére. Aztán ott majd látjuk, hogy mi a helyzet. Én azért tartok egy picikét egyébként Schwarzmann-tól, közben nem vettem följebb a nehézségi szintet, mert mindjárt itt akkor megejtjük. Nagyon kíváncsi ezek most. Everything satisfactory? Nagyon kíváncsi ezek erre most. Hogy mi fog történni? Én úgy gondolom, hogy egy... Kilencvenes korrekt lesz. Szóval én úgy gondolom, hogy egyelőre ennyi így elég. Na, majd látjuk igazából, hogy az idő előre haladtával, hogy mi változik. Úgy gondolom, hogy hamarosan megint följebb kell venni a nehézségi szint. Mert valami nagyon-nagyon bangos ebbe a karrierbe. Valami nagyon-nagyon elcsúszott, mikor átigazoltunk ide a McLarenhez, nem ide, McLarenhez. Csak megint átigazoltunk lényegében a egy másik csapatot a Ferrarihoz, úgyhogy várok valami újdonságot mint a játéktól. Na nézzük, hogy erre a hétvégére azt a rohadt életben, de durva! Jó, gyerekek! Hát amúgy igen, tehát a Ferrari, Mercedes, ők buktak a legkevesebbet. Ami a teljesítménypontot illeti. Hát ők rendkívül ilyen keveset buktak. Valszva az első számú pilóta. Jó van! Nem kell csinálni a balhét. Hogyan lenne az első számú? Maximum papíron? Eltaposom az első kanyarba. Az biztos. Megmutatom nekik itt a fasz a gyerek. Az biztos. Mert megtanítjuk kesztyűbe dudálni azt a kis ilyen gyereket. Ki ez?
Mária. Vicc. És amúgy meg igen. Először a játék szerint elvileg úgy indult el a dolog, hogy Russell kaput, Mercedesnek elege lett abból, hogy Russell gyengé teljesít. Várjál! Hát Joe is eltűnt! Ó, hát de Joe nem is volt olyan rossz. Hát inkább azt a hülye Latifit tolták volna ki a francból. Vagy a francba. Forma 1-ből. Na de mindegy, Russell akkor ment a Williamshez. Tántkorokkal várták. Ó. Csak a Joe meg így akkor repült a Forma 1-ből. Ricardo pedig jött Norris helyére a McLarenhez. Hoppá. És Perez. Pereznek szóltak, hogy Zac Brown, Perez, Checo, gyere! Itt hagyod bennünket! Alla is, Norris! Jézus Mária, nagyon nagy bajban vagyunk! Te fogod megmenteni a McLaren-t! Gyere, gyere, Checo, gyere! Én meg mondta, hogy jó, jövök, persze. És hát igen, Ricardo helyére érkeztünk. Ferrarihoz. Jó, de hát most ezt hogyan írja? Hát mondjuk nem tudom. Nem tudom, ez most fura. De várjál. Hát a Sainz nem első számú. Álljon meg a menet! Soha nem volt első számú Sainz. Leclerc Sainzként indul ugye a Ferrari. Leclerc az első számú, Sainz a második. Leclerc eligazolt a Red Bullhoz, jött Ricardo. Tehát Ricardo az első számú. Én kinek a helyére jöttem? Ricardo helyére. Bizony, bizony. Na ezért küldték el Ricardót, mert egy kalap szar volt, amit ő letett az asztalra tavaly. Bizony. Úgyhogy én vagyok az első számú, nem csak, nem csak elméletben, hanem papíron is, hivatalosan is, mindenhogy. De ugyanúgy eltapossuk ezt a kis nyikai hülye gyereket. Elegem van ebből a sázból. Hát itt nem sok minden változott. Rossz széria. Igen. Igen. És hát a megbízhatóság. Amit már, ha jól láttam, el is kezdtek húzni az ellenfelek? Red Bull utolsó előtti megbízhatóságba. Hú, a Red Bull valamit nagyon elnyomott. Eddig kettő tapasztalt pilótája van. Gyerekek, tehát azért ezt hogyan tudták így benézni? Hát mondjuk ja, az utolsó előtti nagydiakra nem kell volna még fejleszteni. Ők azért még itt az utolsó piatokban hoztak egy-két fejlesztést. Ezt nem kellett volna. Egyébként meg szerintem jó lett volna itt akár a maradhatunk volna akár a McLarennél, vagy Alfa Romeo se lett volna rossz szerintem. Nem rossz, nem lett volna rossz egyik se. Jó, oké. Okay. Na, első szabad edzés, nézzük az új autót. Schwarzmannnal. Ilyen hülye csapattársa még szerintem soha nem is volt. Schwarzmann. Komolytalan. Hát a Ferrari most nagyon a bajnoki címére akar menni, úgy néz ki. Főleg a konstruktőri. De hát neki jó a fókusza végül is, ahogy lesz. Na. Nézzük a beállítást. Hopp. Aj, már megint mi ez? Pedig hó 16. Emlék csináltam. Nem, 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 mi ez? Nem, 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 ja, jó, igen, igen, itt teszteltünk, ja. Megvan, megvan, megvan. Nem mentettem el a beállítást, de itt van. Oké.
oké. Hát, igazából. Nem néztem meg, hogy milyen gumikezelése van ennek az autónak, de biztos, hogy nagyon jó. Tudja, hogy legalább hármas szinten van ez az autó. Tuti ziher. De nem baj. Első program, első kilométer. Kemény gumiba jó lesz. Hát, ha megforgunk. Elfogult bala is létezik? Persze. Én fejleszteni jöttem. Ja, ő meg akademista. Uha. Ilyen steril. Oda néz. Ember esze megáll. Semmi meglepő. Semmi meglepő. Föl kell avatni mindig az első. Igen, megint elfelejtettünk vezetni, úgy néz ki. Nagyon jó. Tehát akkor hogy nyomjam a gázpedált, mondd meg? Így? Jó, oké. Szép lassan, nyugodtan fölgyorsítunk. Lul. Lul. Így, hideg a gumi. Most már jó. Á, még nem. Leheljük, leheljük. Illetve ezzel nem fújni kell monitort, lehelni. Mi van nyát? Van házi. Hogy belemarkolt a kormányba a blokkolás, ez igen. Ilyet itt csak egy Ferrari tud. Micsoda technika! Azt a mindenit! Érzitek? Lobog a hajunk a szélben. Te visszatért a Ferrari-ba. Ja. De viccesek vagyunk, de viccesek vagyunk. Jó van. De ne csak. Persze meg lehet majd nézni a hangot, hogy melyik módban a legjobb. Aha. Rossz a hang? Tényleg? Nagyok az igények, az itt a baj. Túl nagyok. Annyira alulkormányzott, hogy megőrülök most már. Nagyon alulkormányzott az autó. Lehet, hogy még nem működik normális ez a kemény gumi. Eléggé biztonsági tempót kell jönni. Ez az. Menjünk egy kört. Másik... Ódban.
Hát azért megbillen. Rendben bele. Okay, you weren't quite good enough that lap. Try again. De most ez honnan jött ez a nincs hang? Valaki kiváltotta a hangtiltás, vagy mi? Nem. Hát akkor... Miért nem röpködnek a tiók? Nem is értem. Valaki úgy dönt, hogy elindít egy trollavirát, akkor az csak úgy lehet? Jó, hát nem tudtam erre, hogy az meg én kérek elnézést. Legközelebb ezt akkor időzítsétek, amikor küzdünk majd a futamgyőzelemért, vagy valami fontosabb dolog történik. Hát, ha megzavar. Hát, ha akkor zavar meg. Hát most ezt leginkább a moderátoroknak mondom. Hát, nem értem, hogy ilyen miért történik. Dolog, hogy valaki úgy gondolja, hogy vicces, ha nem moderátorok közül. Hát most már utólag aztán hiába mennek a szankciók, teljesen fölösleges és mindegy. Amint halottak a csók körülbelül. Okay, we've got 4 laps of fuel remaining. Pont tegnap említettem, hogy kellett volna egy ilyen megforgásszámlálót csinálni. Nem csak meghibásodás számláló, hanem megforgásszámláló kellett volna. Tudni, hogy már számlát elkerültük amúgy. Számla nem volt meg, ja. De próbálkoztam. Ez az autó mindenféleképpen állítani kell, mert billeg össze-vissza. Hát a hangtiltás azért van kitalálva egyébként, ki lehet váltani 50.000 pontért. Nem arra van kitalálva, hogy... Na, hát ez erre van kitalálva igazából. Valaki meg akarja trollkodni az adást, akkor ott a lehetőség igazából. Ott a némítás. Valaki csak úgy dönt, hogy elkezdi terjeszteni a haverjával, hogy nincs hang. Hát ez... Minek a 50.000 pontos... Hangtiltás, nem? Teljesen fölösleges. Felállítsuk be ezt az autót, kérem szépen. Ennyi. Hát, nézzük meg így, kérem szépen. És most közepesse megrohamozzuk ezt a versenystratégiát.
Okay, give us some good, consistent laps, please. We're looking for good data that we can work into a race strategy. Az eleje az autónak egyébként, tehát nem is tudom, eléggé fura. Próbálom megfejteni ezt az autót most. Hát nem egy McLaren. A fedélzeti kamerája sokkal jobban tetszik nekem ennek az autónak, mint a McLaren-é, amilyen volt. Egészen jó, tényleg. Norris, már majdnem Russell-t mondtam. Eddig meleg gumikkal egészen jól tapad az autó. Egészen stabil. Nem igen voltak azért úgy. Hát, mégis itt. Azért a rázóköveket, ha úgy használtam, akkor itt például voltak egy billenések. Próbáltam azt elérni valahogy, vagy próbálom azt elérni valahogy, hogy a túltott kanyarokban valahogy legyen némi kukormányzottság. Super job so far. We're getting great data. Stay focused. Atya úristen. Hát ugye leginkább itt a... Tényleg amúgy ez a 2018-as év. Ugye a való életből. Az van itt újra töltve. Ferrari Mercedes csata. Egy Alpinnal kiegészítve. Mondjuk az 18-ban még sehol sem volt. Az Alpin. Középső szektorban igen kellene az aerodinamika. Nekünk még nem igen van. Bármint az autó beállítása olyan, hogy... Nem kell az ide. Egyébként ezt valahogy megoldjuk. Mert itt hiába leszünk gyorsabbak az ellenfeleknél, nekünk egyenesben DRS-sel kell óriásit tenni, meg hát ez mint a DRS pálya. Kilo van szólva, sok egyenes van. Hiper nagy leszorító erő, de úgyse kell. Nem kell most sok erres. Ja igen, a hangot akartam átállítani. Igen. Kell átállítjuk. Én úgy emlékszem, hogy ez a sima driveres beállítás eléggé fűsüketítő volt itt. Elég durva lesz, kapaszkodjatok. Great lap, you nailed exactly what we asked for. Keep it up. Igen. Indíthatunk egy szavazást, hogy melyik a szimpatikusabb. Szerintem az előző részletesebb, valahogy jobban elviselhető. Még bizonytalanok vagyunk, nem csak az autó. Ez nagyon jó kérdés, Sászki. Kiváló kérdés. Hát mivel F1 kibeszélő és F1 22 maraton van, ezért hogyha nagyon témába vág, akkor esetleg F1 kibeszélő előtt meg lehet oldani természetesen.
Super job so far. We're getting great data. Stay focused. Gyorsak vagyunk. Egészen gyorsak. Van még egyébként a körünkben egy fél másodperc minimum. Így közel a közepessel. Nézzük a kopást. Ha. 18 perc alatt, paszki. 3%-os a belső égésű, 3%-os a váltó. Jézus, atya, úr, isten, közben lehet szavazni arra, hogy melyik tetszik. Ez a driveres hang, az előző pedig a cinematic volt. Amit eddig mindig használtunk. Na nézzük, hogy tetszik eddig a... Az előző, aha, ja. Ja, hát úgy néz ki, hogy az is jár, ja. Szerintem is az a jobb. Viseltőbb. Részletesebb, picikét kifiromultabb. Egyébként a Red Bull-la, amikor voltunk, akkor meg drivert használtunk, alkalmaztunk. Az nagyon király volt. Azt lenne jó még visszanézni, hogy tavaly itt milyen időket mentünk. Na, az még nagyon hasznos lenne. Hogy mi volt a leggyorsabb körünk az időmérő edzésen. Az még érdekes lenne. Német teljesen örül egy válogatás ennek. Jaj, Vettel, de már. Most az minek? Nem kell az, László, ne erőltessük ezt a témát. De rágocson. Tudja, hogy vele kapcsolatos. Nem Schumacher, biztos, hogy nem. Rátapintottam? Rászti? Átlátok a szitán. Pillanatok alatt, látod? Megfogtalak. Kicsit fel akartad keveredni. Jaj, nem kell, most nyugalom van végre. Majd ő felkavarja ő maga. Ide nekem. Tesz le olyan teljesítményt a hétvégén az asztalon, hogy felkavarja dolgokat. Vagy hát, ha nem, akkor nem kell elfoglalkozni. Szia Basi! Szia Hajduzi! Hát igen, akkor a legjobb álmos, igen, jó tudod. Na, ezek szerint akkor kipihented magad. Örülök neki. Hát elég gyorsak vagyunk, az a helyzet. Hát akkor tavaly 28-6-ot jöttünk, hogy egyszerűen jegyezni. Fölfele kerekítek végül is 2000-et. Teszünk csak hozzá. Az eredeti időhöz 28.598. Jó. Hát 28.6. Hát ez durva. 28.6. Jézus Atya Úri. Hát azt most agyonverjük. Szerintem az tuti. Nem? Hát... Nem. Majd visszanézzük egyébként, vagy szabad edzés után megnézzük azt, hogy tavalyi szezon elején hányas teljesítmény ponttal ment az autó, és most hányas teljesítmény ponttal rendelkezünk. Az még beszédes lesz. Mondom, itt a McLarenhez ahogy igazoltunk, ott az erős sorrend, az optimalizáltság, az ki lehetett hajtani a kukába, francba. Elborult minden. Hogy van a fogyasztás? 47,85. Na, akkor ő is azt írja. Ilyen érdekes, ilyen még nem is volt szerintem. Hát ezt nem tudom, hogy hogyan számoltad ki, de... Nem, ki van zárva? Azt tud írni, nem lehet. Várjál csak, hol vannak az idők? Az utolsó szektor az nagyon jó. Ja. Középső szektorba. Igen, oké. Hát ott tudunk javulni. Persze. Első szektor. Jó. Jó. Nagyon kopik a motor amúgy. Nagyon-nagyon durva. Fürgősen valamit kezdeni kell. Hát nézd meg. 9 kör alatt 3%. Hát egy nagy díj alatt 30%-os lesz a belső égésű. Váltóval együtt. Hát ez mi? Hát a verseny 29 kör.
Szorozzuk föl. Szorozzuk csak föl. Időmérő alatt lepörök 10 kör, körülbelül, vagy 10 is van. Hát ez... Ja, 15 kör körülbelül. Várjál. 16. Plusz-minusz 2. Ha. Esetleg még talán lehetne túl kormányzottabb a Verta. Hol érzékelem? Jól. Szerintem jól. Nem érzékelem jól? Nem érzékelem. Nem. Nyugodtabb legyünk. Uminyomás. Nem tolva. Folytassuk ezzel a menetelést. Kopott közepes. Így. Látja rajtolunk. És akkor később meg majd kiegészítésként érkezik a közepes gumi. Jó lesz ez. Szia Pogesz, köszönöm szépen. Szervusz Revit. Okay, this is the ERS management test. Hit the target time whilst managing your battery charge. The more efficiently you use energy throughout the lap, the higher you'll score. Use your overtake button for maximum power, but remember that it will drain your energy. 650-es szintű volt az autó, most 700 fölött vagyunk picivel. Aha, jó, köszönöm. Óriási. Nem elég biztonságos ez az autó jelenleg, bakker, azt érzem. Tetszik ez a Ferrari. Jó lesz ez nagyon. That lap was too slow. You need to find még egyet, nincs probléma ebből. Make sure to properly utilize your overtake button. Az meg, George! Be életbe vele, de hogy én is megforgok. Kicsit én ugye károsan is korrigálni kellett. Nem reagáltam le jól. Akkor megyünk egyet. Így pluszban. De jó. Ha jobban kopik az első tengely. Jó van, akkor ezt meg lehet padoldani. Meg is kell oldani ezt, mert nagyon túlkormányzottá fogunk válni majd a tapok végén. Nem akarok azért bajcsározni. Ezt nem tudom pontosan habor. Egész jó lesz a... Egész jó. Egyik nagyobb alibi lesz, mint a másik. Nem tudom, én nem tudom el klasszikónak tekinteni azt a meccset. Valahogy... Ha nincs a Bernabeu-ba... Vagy a Nokán-ban... Ilyen. Jó, persze most lesznek majd nyilván felújítások a Barszánál is. Mint ahogy a Reálnál is voltak. Persze... Nyilván ilyenkor más helyzet, de hogy... Konkrétan...
okay, your pace is too slow. Make sure to use your own. És a más ország, amikor rendezik ezt az El Clásicót, hát ez. Hát erre mondják azt az okosok, hogy El Clásico az mindig El Clásico. Egy sem mindegy, hogy mi van, hogy állnak a bajnokságba. Ha ez most meg lesz így, rossz. Jó muzsikál ez az autó, nagyon. Frappáns. Ezzel az autóval egyébként még utolsó helyeken is elmennék szívesen. And a job well done. We got some excellent data with that run. Kurva. So come on back to the garage. Jó ez az autó. Jó ez az autó, bár néha itt is vannak indokolatlan megcsúszások, úgy érzem. Ez csak elmél a tapadás, hopp, szevasz. Biztos, hogy majd emiatt fogunk szívni. Kontrollerre játszottam egyet, igen. Még mikor Xbox 360-at toltam. Hát az régen volt, egy 8 évvel ezelőtt körülbelül. 7-8. Jaja. Igen. Nagyon jó volt. Hát egy csodás időszak volt. Szívesen emlékszem rá vissza. Éjszakában nyúlóan nyomtam. Örökülésbe. Nyomtam. Akkor még volt indiai nagydíj, azt hiszem. New Delhi vagy micsoda. Volt a helyszínek a neve. Lehet összekeverem valamivel. Jól és észre erősít. Hát a Real Madrid konkrét a játékos nem igazolt. Igazolt egy Rüdigert, aztán viszont látásra. Amúgy a Real mi van ilyen téren? Nem kell, nincs rá szükség. Igazuk van. Pólónak. Ott mindig vannak olyan magyarázatok, hogy Ceti, jó, oké. Okay. jó. Hagyjuk. Inkább. Imádom. Perez nagyon jó üzletember, tudja mit csinál. Kenny a fickó. Meg tudatos. Fönt van a Euro, meg a mit tudom én. Mindig vannak olyan érvek, amik ekkorának hangzanak. De valóságban meg csak egy kis piszüket. De azért... Igen. Én rengetegszer az elmúlt években láttam hasonlót. Mivel ilyen csúnyán beszélek a Real Madridról, azért kénytelen vagyok Barcelonát mondani. Red Longeri. Hát tényleg amúgy szurkolgatok meg. Real Madrid utáló vagyok. Nem vagyok az. Ezek után nehéz lesz elhinni, de így van. Mit tudom, 80 millió euróért kit vásároltak? Tényleg? De meg egy Tchouaméni, vagy Tchouaméni, ja, azaz, igen, tényleg, igaz. Rüdiger meg az a Tchoua. Tchoua pitty, purúgy pitty, fáj. Ja, Arsenal, igen, Gabriel Jesus, nagyon jó, meg Zinchenko vagyok, én meglepődtem.
Gabriel Jesusra kíváncsi ezek, szerintem ő egy kiváló csatár, egy igazi, egy ilyen rejtett tartalék, ő nagyon fog még robbanni, hogyha minden összejön, én nagyon hiszek benne. Turkolok az Arzenálnak. Akarom mondani, Szarzenálnak? Hát én kedveltem igazából, hát én mielőtt megláttam, hogy a Barcelona milyen focit produkál Európában, előtte Arzenálnak turkolgattam. Még kevésbé, hogy még Thierry Henriot volt. Nagyon szép focit játszottak, meg most is igazából szép focit játszanak, én meg szeretem a szép focit. Aztán ennyi igazából. Nem tudom egyébként, Rászti, hát mindig minden évben óriási mozgás van, szerintem. De hát bízunk benne, hogy a foci szezon az lesz. Hát, ja, Lewandowski, igen, jó az a Lewandowski, örülök neki, de tudom, már ő is olyan öreg, 34 esztendős, az már sok. Szóval mégis elég az öl nekünk ebbe a szarba. Azért az úgy eléggé turci. Mi Attila United? Na, az meg a másik, mi van velük? Valami mozgás ott is volt. That's looking good. Now let's try for purple. You get a bonus for consistency if you can chain good corners together. Juventus, Liverpool, Juventus. Na miért? Kiket tudsz volna? Liverpoolnál jött ez a csatársász, az jó, az nagyon jó, igen, ügyes. Bayern, ő mi csinált? Kicsit le vagyok ám maradva. Kérdezősködök, nem azért, mert kötözködjek kivételesen. A United Ericssonnel, jó Istenem, hát nem tudom mit akarnak vele. Nem tudom mit akarnak Christian Ericssonnel. Tud ő olyan teljesítmény nyújtani? Van ő olyan fizikai állapotban? A Bayernben ment Mané, Delik, aha, hát nem rossz végül is, ja, nem rossz, ja. Ravenberg. Baszkön, erős. Ki a fene? De ki lesz ott a csatár? Bayernnél. Nincs ott csatár. Igazi kimondott csatár. Hát hogy fognak kimondott csatár nélkül játszani? Ja, Juventus tényleg! Ja, Di Maria, Pogba. Bremert azt nem ismerem én. Aha. Hát, de Pogba. Elég meg majd gyerek, nem kedvelem én őt. Sané! Ő mint csatár? Hogy hát végülis lehet, hogy csatár nélkül fognak játszani, most miért ne? Guardiola is mindig megoldja, hogyha úgy van. Roma Dybala. Messiről mi a véleményem? Hát nagyon szeretem őt. Mármint a játék tudását. Így emberileg nem tudom, nem ismerem. Találkoztam még vele, nem beszélgettem vele. Mint labdarúgó, világ legjobbja. Számomra. Megkérdőjelezhetett. Mondom ezt úgy, muszáj elmondanom. Mondom ezt úgy, hogy Ronaldóval nincs bajom. Hát muszáj elmondanom. Egyik oldalt, ha dicsérem, akkor másik oldal tálójává válok. Semmi bajom nincs volna. Őt is nagyon nagyra tartom. Igazából. Ennyi. Ennyi. Sokkal, nekem Messi sokkal. Sok oldalú. Rendkívül sok oldalú. Tékos. Őt egy Xavi pozíciójával is lehet játszatni akár. Ronaldónak meg az a hihetetlen elszántsága, hát az képesztő, nagyon nagyra tartom emiatt. De nem tudja föladni, nem tudja, nem ismeri ennek a szónak a jelentését, feladás. Neki ilyen nincs feladni.
valószínű, hogy más sportolóknál sincs ilyen, de hogy nála ez így nagyon-nagyon-nagyon nincs meg. Most ez így nem tudom, mennyire érthető. Tosítani kell egy-két dolgon. Hozzá így. Ellenőrizzük a autót, hogy versenyszimuláció legyen. Ja, elfelejtett öregedni Ronaldo. Igen, igen. Nem is értem amúgy, hogy miért bántják. Például Juventus-szá bántották. Voltak, akik bántották. United-nél. Nem értem. Hát, hogy Messi-t is például, hogy akkor ott volt a Barcelona-nál, hogy menjen már onnan, öreg, meg ilyenek. Tehát normális vagy? Mi ez? Hogy lehet ilyet mondani? Ezeknél a játékosoknál nincsen, hogy kiöregedett. Ezek a játékosok akkor öregednek ki, hogyha ők eldöntik magukba. Eldöntötték ők maguk, hogy jó, kiöregedtem, rendben. Jó példa igazából. Így a sport terén tényleg, tehát a sportemberként tekintünk rájuk, akkor szerintem nagyon jó példa mind a kettő. A két fiszkó. Sok mindent látok ebből a kanyarból, rohadt életbe bele. Majd megoldjuk. Én nagyon szeretem egyébként a szép focit. Az ilyen tilitoli, meg épp hogy nyerünk, meg bunker foci, meg ilyen hiper-szuper taktika. Nem vagyok oda ezért. Egyáltalán nem. Rúgd és hús, meg társai, meg lerúgom a másikat. Nem szeretem ezt. Szép foci. Az a jó. Vagy a másik dolog az, amit régen Guardiolával csinált a Barca, hogy kaptak egyet, rúgtak hármat. Ez kész. Nem volt a sose probléma ebből. Még most is ez kellene igazából náluk legalábbis Barcelonát csinálni, hogy nem a védelmet kell erősíteni, régen sem volt védelem. Támadósor legyen jó, működjenek a támadások, működjen a labdavirtoglás, az viszontlátásra. Kaptak kettő gólt, és akkor mi van? Meg hát igazából a Barcelonának a filozófiája nekem az, ami tetszik. Még hogy ott nem az a fő, hogy kupákat nyerjenek, hanem a mutatott játék sokkal több, mint maga az eredmény. És ez számomra az én ízlésem, ez a én ízvilágomhoz ez van a legközelebb. Nem vagyok ilyen óriási szurkolója csapatnak. Fogok magának föltetobáltatni Barcelona logókat, meg játékosoknak a nevét. Ez az egyedül olyan csapat, akik szerény vélemény szerint nagyon szép focit játszanak. Hát jelenleg nyilván az elmúlt években azért nem igen. De kezd beindulni ismét. Kezdenek észhez térni. Hát miközben itt rakosgatom jobbról-balra az autót, ezekről lehet beszélgetni bőven nyugodtan. Ezek ilyen töltelékkörök. Próbálok egy nemes videót, javul is tempót benni, de valami legyen is. Most azt próbálom ellenőrizni, hogy a gumi hogy kopik. És milyen a hőmérséklet. De úgy látom, hogy majd még egyen vissza kell venni az első nyomást. Vagy nem kell? Hát ez így pont jó. Hát nem vagyunk egyformák, igazából mindenki másnak más tetszik. Annakinek például ez a erőszakos foci tetszik, favágó foci, vagy mit tudom én, mik vannak, milyen stílusú focik vannak. Nekem ez tetszik, ez van. Hát a probléma, hogyha valakinek meg ez nem tetszik. Valaki tényleg úgy van vele, hogy mindegy, hogy nyer a csapata,
nyerjen, teljesen mindegy. Nekem meg van rá, tehát ha kikapnak, le van szarva. Szórakoznak jól, lássak gyönyörű passzokat, támadásokat, akciókat, viszontlátást, többi nem érdekel. Ez a lényeg. Ebben Csávi nagyon jó. Ő ismeri ezt a filozófiát. Ennyi. De ne csak erről beszéljünk, ne csak a Barszáról. Ha már egy Forma 1 van. Há, jó lesz ez, úgyis hűvesebb lesz majd. Jó van, jó van, jó vagyunk. Jó lesz ez a beállítás így, ahogy van. Ugye ne is fényképezem, vagy nem is kell. Hármat kell csak levenni majd versenyre. Ugye időmérőre fölfújjuk a gumit, versenyre meg leengedjük. Ja, így, ahogy mondod. Nálad van a labda, nem kell védekezni. Pontosan. Én mindig ezt azt szoktam fölhozni, azt a meccset kell megnézni, amikor a Guardiola játszott a José Mourinhoval, Barcelona Inter, Rókámba. Na, az foci volt. Az egyik bunkerezett, a másik meg focizott. De úgy, hogy konkrétan egy középhátvéd volt olykor a pályán. Az beszarás volt, tehát én még mai napig olyat nem láttam szerintem, nagyon durva volt. Megyünk tovább közben. Elvégeztünk minden programot. Ja nem? Várjál csak, van itt azt mondja, hogy egy... négy pro. Akkor de! Az lesz, hogy... várjál, kettes szabad edzés... nem lámpa fényes? De mi a frászkarika ez? Ja de, jó. Akkor oda átmenjünk mindenféleképpen. Akkor ott ellenőrizzük az időmérős tempót. Ne érjen bennünket ez annyira. Tetésként. Csupa watching. Ja, az jó lesz nekik előre, igen. Arciát megtartja. And with the cars now over the line, let's see our top three again. Hamilton, Norris, and Daniel Tigton. And if today's practice is anything to go by, we're in for an exceptional weekend of Formula One. Tavaly ez volt a leggyorsabb körünk, 28-6. Kíváncsi leszek erre. Gatti Cambiasso. Azok kicsodák. Újoncok. Cambiassóról láttam valami képet. Ki volt az a kopasz interes Cambiasso, meg Real Madrid is volt. Lepörgetjük az időt. Két egyenbe. Mérős körülmények legyenek. Nagyjából. Ja, de Jongot akarja, vagy egy ide. Hát ez... én elég szerintem, hogy nem értem, hát ő hogyan tud focizni még? Hát nem pacemakere van? Jó, hát most nulla történelemben rendelkező klub, hát írják a történelmét. Ez van. Tudni kell használni azt a pénzt. De elég, egyre jobbak igazából szerint. Semennyivel punk. Szinte biztos. Időmérőről versenyre, mikor állításokat? Igazából ott a versenystratégia képernyőn szoktam állítani az autón. A guminyomáson szoktam, és igazából ennyi. Mert csak azon lehet, meg a differenciálmű, meg az első szárnyalás. Ennyi. Hát ahogy kimész időmérőn, akár egy felvezető körre már lezárja az autóbeállítást.
És csak az első szárny differenciálban is gumínyomást tudsz állítani. Na meg fék. Szép foci, akkor nem az Atletico, ugye? Hát, ja. Hát nem nagyon. Nem szeretem az Atleticot. Csúnya focit játszanak ők, nem? Nem. Erőszakos. Havágók. Nem kedvem az. Magával a csapattal nem lenne nekem semmi bajom, meg önmagával miért legyen bármelyik csapattal is bajom. A mutatott játék igazából. Hát ez... Meg a Bilbao is. Utóbbi egy-két évben, ha láttam a Barca ellen focizni őket, hú, hát meg voltam lepődni. Mondom, ezek mikor lettek? Engem nem tetszik ez tényleg. Most miért az erőszakról kell fogni egy sportnak? Egy labdarúgásnak. Arra mennek, hogy törjön el a másik lába, tehát ez... Adjuk már. De, mondom, igazából... Itt nem ezekkel a csapatokkal, labdarúgókkal van gond, hanem a játékvezetőkkel. Itt a Forma 1-nél a versenyigazgatósággal. Nem az adott pilóta hülye, az adott pilóta olyan hülye lesz, amennyire engedik neki. A toronyba. Foci, ma ugyanez van. Engedik. Nem kéne engedni? Hát miért engedik? Nem mert néhány játékos jelezi. Neymarnak a rinyálásait olykor meg lehet már érteni teljesen. Hogy hogy egyszerűen vicca, hogy mennyire tudva focit engedélyeznek pár. Hogy volt, hogy amiatt kapott kárgalapot, ne cselezett. De hogy ellenfél megalázása. Ja, hát jó. Tehát most ilyen kommunikáció után mit várunk, ugye, nem? Hát, mit akarunk? Na. Gyerünk. Várjátok most erre nagyon. Elég elkapott a gumi. Ki a szalvasz? Well done, that's P1.
Nem rossz. Nem rossz. Hát ilyen kört ők is jöttek már korábban. Szia Ben. Nem voltak megelégedve Russell-el, ugye már le. 100 ponttal szerzett kevesebbet, mint Hamilton. Úgyhogy visszaröptették a Williams-be. Megbüntették. Jó tették. Jó tették. Ha nem, nehogy nem. De jó, hogy jó. Gasly feeling, ja. Igaz. Na jó, következő gyors körre kirepülünk majd. Megnézzük úgy is. Tótót. Igen, Jillian. Amit itt beállítasz, azzal mész a verseny lényeg. Hát úgy kell állítani az autót, hogy 80%-át nem tudod állítani. Hát ennek időmérőn is jónak kell lennie, meg versenyen is. Szia Kevin! Lecsik beton, aha. Extra led. Semmi extra. Jabát. Hogy belassult az ellenfelek. Nagyon fog. Hogy szétcsúszott a mezőny? 4 másodperc van szúr oda? Yes. Ha csak egy dolgot változtathatnék meg az IRL Form 1-ben, mi lenne az? Nagyon jó kérdés. Hát ki mit változtatna meg? Nem akarom lepasszolni a kérdést, gondolkodom rajta. Rengeteg dolgot megváltoztatnék. Rengeteg dolgot. Hogy mi az, amivel átfogó lenne az egész. Új tulajdonossal is mi a szart lehetne kezdeni. De Nélának meg volt a maga. Pozitívuma, negatívuma, Ecclestone, Liberty. Hát nem. Tankolásra sem lennénk egyébként előrébb. Meg a motorokkal se lennénk előrébb, ugyanúgy be lennének korlátozva. Hát nem tudom, ez mennyire... Igazából a versenyigazgatóságnak a fixálásán gondolkodom, meg azon, hogy mindig ugyanaz a versenyigazgatóság legyen. Nagy díjról nagy díjra. Ez lenne jó. Az osztrák versenyigazgatóságot leszerződtetném, akik ott voltak, azok jó döntéseket hoztak. Kemények voltak, szokatlanul kemények, de jó döntések voltak, csak Pereznél például lassok voltak, de hát nekik is kell fejlődni valamibe. Hát akkor azt mondja, hogy
A másik meg, hogy mindenféle korlátozást feloldani. Mindent. Kivéve a költségsap. Költségsap. Habár, bár a mindegy. Nem minden, nem, költségsapka maradjon. Mindenféle korlátozást feloldani. Mindent. Annyi gumit használnak, amelyet akarnak, annyi motort, amelyet. Látásra. Ennyi. De hát nyilván ez több. Vagy ha ez nem játszik, akkor belső igazgatót meg. Mindig azonos legyen. Á, baszki. Voltam elég bátor. Hát igen, eléggé meg tud indulni az autó. Olykor, olykor. Bam! Jó. Oké. Okay. Egyelőre nekem elég fura, hogy ilyen gyenge idők vannak. Eddig 28-as időket láttunk az ellenfelektől korábban. Nagyon nagy a szórás. 35 éven felüli versenyzőket kiküldenéd, de miért? Hát fogjuk rá karba. Fogjuk rá. Na jó, jöjjön az időmérő. It's time to remind ourselves of our top three, who are Dipala, Verstappen and Charles Leclerc. And if today's practice is anything to go by, we're in for an exceptional weekend of Formula One. Nem értem, mi folyik itt, bazd meg ebben a játékban megint. Most meg szarrá verjük az ellenfeleket, az történik. Bahreinbe. Bahreinbe. Ahol elég nehéz őket elverni. Csapattársunk mi a szart csinál? De várjuk meg az időmérőt. Pff. Mi a franc folyik itt? Megint! Úristen! De jó, mikor az élet igazol. Édes jó Istenem. Csodás. Aha, persze Szuprinyó, igen, jó van. Nem a 35 éven felüli versenyzőkkel van itt a probléma, a fizetősökkel sokkal több probléma. Sokkal-sokkal.
Kivéve Joe. Jelenleg. Jelenlegi mezőnyben. Amerikai szuperhős film indulna körülbelül. Úristen Jézusom! 96 pont! Lajó, hát ez egyszerűen vicc. Hát ez mi? Komolyan ennyi pontokat fog ő hozni majd? Ez ne vicceljünk már! Ez hogy gondolhatták ezt a Ferrari-t? Áll. Ennyire idióták nem lehetnek ezek, de tényleg. Közben meg mégis persze. Hát ahhoz elég lenne, hogyha fizetős versenyzőket kivágnák a francba, a lassú versenyzőket. Most aki gyors, hát annak ott a helye? Hát most, hogyha Piastri nem fér bele, hát ez ilyen király kategória, hát lemorzsolódnak. Bizony, vannak ilyen helyzetek. Rossz kor vagy rossz helye. Van ez így. Élsportnak ez benne van. De nehogy már szeretett szolgálattá változzon. 10%! Gyerekek! Dráma van. Nagyon nagy dráma. Egy váltófejlesztés pöröghet is lassan, nem? Ez nagyon kopik. Várjál, lehet, hogy ezzel meg tudnánk várni a szóval, 6 nap. Aha! Elvileg ezzel megvárhatnánk a Saudi nagydíjat, ugye? Igen. Igen, igen, ezzel meg lehetne várni akár. Hát ezzel viszont nem, tehát őt el kell indítani minél hamarabb. Jó, az MGU-H-val is meg lehet várni akkor a Saudi nagydíjat, mert hát ha kapunk erre fejlesztési pontot. Vagyis, hogy fejlesztési bónuszt. És akkor mi az, ami még úgy ecces? Na, teljes végésű. Turbo még azért nem az igazi. Jó, örögjön. A turbo most 8, UH 8, mégis az a legrosszabb meg a váltó. De a váltót azt megoldjuk Ausztrál nagydíjra. Azért elég egészen korrekt lesz szerintem a Verda. Hát ez a probléma most, hogy Schwarzman nagyon gyenge. Na jó, induljon a időmérő edzés. Hamarosan meg fogunk lepődni megint. Hát már én már nem. Vagy ti sem fogtok meglepődni? Lehetséges, hogy sokan nem. Mi? Ki a Gergő? Hova tűnt Sainz meg Ricardo? Hát Sainz visszavonult, Ricardo pedig a McLarenhez igazolt. Kirúgták a Ferrari-tól. Nagyon gyenge volt. Ja, az is igaz egyébként. Tehát a más. Hát lehetne mit változtatni. Jó. Ki a Sprays? Baszki, most tényleg pörgettem az időt? Két itt elbambultam. De egy 8. Bottas. Bottas! Hát... Na, nézzük akkor kérem szépen, mire vagyunk képesek itt az időmérő edzésen. Na, hát erre most nagyon kíváncsi a Balla bácsi. Rászel, hogy ilyen gyors? Emint, hogy ilyen lassú? Mi folyik itt? Mi ez? Elvileg a Mercedes-szel fogunk mi most csatázni. Vagy nem? Hú, valami óriási katyvasz van itt most.
Senki nem érti, mi folyik itt. Mi a fene? Mik ezek az idők? Itt óriási feltartások lehettek. Jó, melegíteni kell a gumikat. Stopping this lap. Jó van, jó van, jó van. Semmi nem történt, uraim. Megszámoltam a hangyákat. Bukótérben. Less than one lap of fuel left now, the tank's pretty much empty. Thank you.
Az a helyzet, hogy... Úristen, de lassú Schwarz van. Jó Isten! Jó Isten! Nézzek, 28-1. Öregem. Nem semmi. Nagyon-nagyon fura. Ha-ha. Jó ég. Hát tavaly hogy jöttünk 28-6-ot? Hogy? Hát lehet, hogy mi javítunk. Nem tudom, mi van. Nem tudom. Gyorsak az ellenfelek. Azt a rohadt, de Bottastól 3/10-re vagyok! Jézusom! Hú. Jó, ez a Vágszegy, tudtuk, hogy kemény lesz. Ez mindig nagyon kemény. Egyértelmű volt, hogy nem fogok pole pozícióért harcolni, ha olyan időket jövünk. Hát pedig olyan időket jövünk. Nem kellett meglepődnünk. Sajnos. Pedig jó lett volna. Amúgy simán visszavonulhatnék, hát olyan költöttünk, hogy ezt a büdös ilyetben senki nem fogja megdönteni. Hát a mezőn fele képtelen rá. Igazából, tehát... Ez a kör még a Q3 bejutásod is elég. Annyira elcsúszott az erősorrend, és három csapattá vált az élmező, hogy ugye, tavaly meg 5 csapatos volt. Tejfej mellett haladtunk, de... Szerintem majd így... Ausztráliára föl fog jönni a McLaren csúnyán. Perez azért nem egy rossz versenyző, sajnos. És hát... Fogalmazunk így. Mégis... Igazából karakter történetemet, hogyha tekintem, akkor én őt utálom. Egyetlenül. De utálom, a legjobban. Utálom. Arházi. Hányszor ki akart nyírni? Na, középső szektor kuka. Eső. Jó, hát ezt végül is tudtuk. Hát, lehetünk tovább. Mondom, ki van zárva, hogy kiüssenek. Ezt figyeld, milyen időket jönnek. 3-2, készen vagy? Készünk. Na, mit szólsz? Norris Hamilton. Hasítanak, baszki. Hát ez lassan ők überelni fogják a Red Bullt. Mi a fele? Verstappen! Kiesik? Hogy? Mi történt? Kétszer is a pályán volt, először egy 31-0, másodjára meg nem tudom, hogy mi történhetett ott. Hát egy óriási dráma. Ennek nem örülök. Mert nekünk az a jó, hogyha a Red Bull jó eredményeket ér el, és nem ilyen olsó rajthely. Hát ez szép. Az... Becáren... Perez, oda néz. Hát igen. Több mint 2/10. Ricardo mondjuk. Hát... Úgy de gyenge. Iktum és Bottas között 6/10. 6/10? Az van, iszonyatosan lassú, gyerekek. De milyen, hogy jön ilyen lassú kört? Mit csinál ő? Ferrari akadémistája. Nekem meg ez a reakcióm erre. Idióták. És még 94 vagy 96 fejlesztési pontot adott egy nagydi után. 3 szabad edzés után. Hogy? Hát mit csinált a szerencsétlenje? Miért nyomásom meg az egekben? Élet ez így? Jó van, egy gyors sőt szerintem ezzel a kopott lágya még be tudnék jutni. Hát van akkora erőtartalék, hogy... vagy várjál? Gondolkodjunk, ne vegyük félváról. Jövünk egy kopott lágyas, utána meg egy friss lágyast.
mert belefér igazából, mert Q3 úgyis csak kettő gyors körre lesz idő, és akkor azt mondja, hogy ezt ellőjük még jobban, bekoptatjuk, ezt is ellőjük, és akkor ezt kihagyjuk, jön ez a kettő gumi. Ez a kettő gumi lesz majd Q3-ba. Remélhetőleg tovább jutunk. Elég megalázó lenne, hogyha nem. Standing by. Nem, McLaren föl fog jönni. Ugyan. Én azt gondolom, Ausztrál nagydíjra föl fognak jönni. Vagy hát... Már azért látni fogunk szépeket tőlük. Fejlesztenek. De... Az a probléma, hogy nem túl jó van megcsinálva ez a játékba. De megbízhatóságot érintették a szabályváltozások, megbízhatóságot is. És most mindenki a megbízhatóságot fogja húzni, de mindenki. De én is persze, csak azért is. Hogy egyenlőek legyenek a feltételek. És a McLaren meg megbízhatóságban torony magasan, tényleg torony magasan első. Úgyhogy ők nagyon nagy előnyben lesznek ilyen téren. Nekik nem kell sokat fejleszteni. Hát, a sötét ló az a McLaren jelenleg. Már nem hiszem, hogy Ricardo megtátosodik, mert az a fókusz az nagyon a békaseggel alatt van. Mi ritka? Marci, te miről beszélsz? Mi ritka? Megforgás az, igen? Az elég ritka. Igen. Igen. Arra gondoltál, hidd el nekem, arra gondoltál. Arra gondolt, nem másra, arra. Igen, ritkán forgunk. Ritkán, ritkán. Igen, igen, igen. Igen, ugye? De Marci? De. Tábla! Hello! Eddig így, így van, Punk. Eddig csak egyszer voltam velük bajnok. De dadog az a McLaren, hát milyen hangjuk van? Hét, hat. Ah.
robbantani kell. Szépen köszönöm a szurkolás, Péter, szervusztok!
minutes remaining in the session. We need a good lap here or out of qualifying. Come on. És faszban mit csinált? Komplett idiót ez az ember, baszki. Csőttő meg ez az ember egyszerűen. Hát hogy lehet valaki erre tardált? Mi ez az eredmény amúgy meg? Ilyesünk tényleg? Nem jutunk be a Q3-ba? Hát baszki. Ha tudtuk, hogy nehéz ez Bahrein. De Williamsen hogy jön olyan Kurt Russell? Tehát neki nem szóltak, hogy a Williamsbe ül már, és nem a Mercedesbe? Mi ez? Hát utolsó csapat. Meg amúgy igen, Perez is ott van, 5. helyen. Schumacher. Hát szóval... Jó. Mi folyik itt? Mi folyik itt? Elrontotta a Ferrari az időmérőket, bassza meg! Nem engedték föltekerni a motort. Én mondtam nekik, hogy engedjék! Nem tekerték föl! Hát itt az eredménye, rosszabb kört jöttem a Q2-be, mint a Q1-be. Idióta csapat! Ferrari tehet erről is. Undorító. Szabotálják már az időmérő edzéseket is! A Q2-1-eket. Gratulálok! Nagyon szép! Egyre lejjebb megy ez a csapat. Egységes. Pedig térdel állva könyörögtek, hogy ide jöjjek. Igen, 1. hely. Több volt a körünkben egyébként meg, bassza meg. De éreztem, hogy nem jó. Én éreztem, hogy nagyon nem érezzük ezt az autót még. Bizonytalanok voltunk. De nem esett jól ez az időmérő most. Jöjjön a verseny, kerünk. Van vitek. Persze. Mi vittem? Szóval Williams-re kellett volna venni amúgy. Jaj, erős sorrendet megnézhettük volna időmérő után. Months of rumor and speculation all come to an end today as we return to racing for the opening event of what promises to be an enthralling season. Welcome along then to round one. Erre kíváncsi ezek. Formula One World Championship. We go racing today around the 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit. 15 corners and two good passing opportunities in turns 1 and 4. Minden téged igre szól, mint legjobb háttérember. Úgy van. Így van, olyan vagyok, mint Alonso. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Lando Norris put in a fantastic lap yesterday, and he'll start from pole position. And it's Lewis Hamilton alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Bottas, Leclerc,
Daniel Tickton and Perez. Russell, Mick Schumacher. Gasly and Daniel Ricciardo. Dipala, Magnussen. Esteban Ocon and Albon. Schwartzman, Stroll. Yuki Tsunoda and Oscar Piastri. Latifi and Max Verstappen completes the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. A new season, then a clean slate where anything could happen. Anthony Davidson is with me today as once again we get another year of Formula One. That's a durván megy a Williams-el. Szárnyal. Before the first race, then everyone's a little bit nervous about reliability. Na, már itt is kifagy a játék, ezt nem tudtam, ilyen még nem volt. Wake of other cars in practice. Hova haladjunk, fagyjál már ki. For long durations, let's hope no one has to deal with any nasty surprises. Elég korán kifagyott. 2 óra kellett neki köbben. Korrekt. Ez egy érdekes verseny lesz így. Enkém. Arbin szény fog van nálam. Nem tudom mennyi. Months of rumor and speculation will come to an end today as we return to racing for the opening event of what promises to be an enthralling season. Welcome along then to round one of this year's Formula One World Championship. Let's run you through the driver grid order for today. A new season then, a clean slate where anything could happen. Anthony Davidson. Na nézzük a kubikat. Micsoda? Na, ilyet még nem láttam. Lágyról, rajtól az összes top 10-en kívüli versenyző. Mi folyik itt? Húha. Ezzel most nagyon meglepődtem. Hát ez... Jó. Fából. Mi is azon rajtolunk. Lágy közepes, kész. Többiek meg közepes keményen lesz. Biztos. 47 és fél? 47 és fél kiló kell, ugye? Ja. Akkor 48 kiló. Nem kész. Oké, köszönöm. Fel jó. Meg kell toldani majd egy körre ezt a lágyasat. El kell nyújtani minél jobban. Na. Jó lesz. Kell egy jó rajt, aztán túlélése kell játszani. Menni kell a fiúkkal. Nem tudom, tehát időmérő most nagyon nem hoztuk ki magunkból a maximum. Nagyon-nagyon. Hát jó, egy 28-0 az kötelező lett volna. Jó. Meglátjuk most itt a verseny, mi lesz. Na jó. Ramondó vagyok, hogy kezdjük a versenyt. Aztán majd látjuk, hogy mi a helyzet. Eléggé vakon vagyok még. Próbálom cívni magam az információkat. Próbálok résen lenni. Hát nem egyszerű. Adunk egy programaszát. No rain expected, no rain expected for the time being. Úristen, szervusz nyúl. Igen, itt van aki szerelmed.
csináltam neki helyet. Sikerül a dobogó. Hát gyerekek! Nem tudom. Itt most bármi lehet. De Szaúd-Arábiában dobogóra állunk, az biztos. Itt meg még nem tudom. Lutri! Mr. Lutri. Itt ugye lehet megforgott, vagy kétszer. Enne van-e sajnos, eléggé. Új autó. Superb parking there, mate. Let's make sure we get the edge on the surrounding drivers as the lights go out. Keep an eye on the lights, the start mellébe fértem volna. All right, let's focus now for the rest of the race. Ez mi a jó Isten volt? Mi a fene? El se fékezte konkrétan. Na ne szórakozzál! Mi a fene? Ne már! Jézus! Atya szentég! Hát fogta magát és belém jött, semmiféle elfékezés nincs itt. Hát bazdmeg egy biztonsági féktávot vettem. Azt tudni kell erről a kanyarról, kanyarívről, féktávról, hogy ez bágos. És aki mögöttünk jön, és hogyha picikét szűkebben jövök egy fél egy méterrel, akkor az mögöttünk lévő kiszalad a pályáról. Majd ezt úgyis látni fogjuk a jövőben. Hát most újra kezdjük, mert én vagyok a Restart King.
óriási tapadásra élünk van velük szemben, nagyon érződik, hogy ők aerodinamikailag igen le vannak maradva. Jó, meg mondjuk óriási gumi előnyünk is van most. Sokkal szimpatikusabb volt ez a rajt. Enni kell, minél tovább kell az érésre. Nagyon durva tempót megy. Okay, DRS will be enabled this lap. You can use it when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Flag. Caution, the virtual safety car has just been deployed due to build-up of debris on the track. Milyen volt a fogyasztásunk eddig? Valaki tudta figyelni? Okay, we've been informed due to increasing risks, they're moving from a virtual to a full safety car. Full safety car. Alpin érdekes stratégián. Jöttek lágyra. Aha. Semmi info nincs üzem anyagról? Mérnök urak. Semmi? Csak azért, mert akkor annyit égetek el. Az van, 9. Nem jövök be a boxba, amúgy. Fölös. Hát még elég nagy előnyünk van. Ha maradok, ez nem akkora előny. Amúgy nem tudom, hogy a mögöttem lévőkkel mi a helyzet, de hiper lassúak. Lágygumisok vajon bejönnek most? Nem jönnek be. Ja, elég korai ez még. De lehet ezzel még menni azért. Szerintem sérült a tárgya Alpinnak. Azért jöttek, de azért tartották föl így a mezőnyt. Kíváncsiak most a tempójukra.
Itt elől amúgy mentünk volna szerintem Hamiltonnal. Ez a újraindítása jól jött nekünk most. Kicsit összeszedi a mezőnyt, főleg a Benziket most. Ökerrel annyira nem akarok én foglalkozni, szerintem nem is fog kelleni. Most így a 12. köré simán, tehát az ő etapjuk végig el tudunk menni most. Hát ezzel, ha nem verjük meg őket, akkor semmivel sem. Ez egy erős stratégia, ami most vagyunk. Erő felállás, ez kötelező megnyerni innentől kezdve. Komolyan mondom, tehát ez sima liba. Jó tempója van amúgy a Mercedesnek. Rendesen kellett jönni, bár ha ilyen tempójuk lesz Szaúd-Arábiában, akkor... Fölényes győzelmet adatunk. Körvégén tudni ki fog jönni ez a majom. Ezzel százalék. Ide hallom, jobban hallom a safety car búgását, mint a Forma 1-es autókért. Komolyan mondom. Safety car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature. Remember, there's no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. The track is clear, green flag. Akkora Béla volt, te jóságos atya úristen. Let's use overtake and burn off some of this energy. Pár baleset mögöttünk. De van még kettő kör előnyünk körülbelül. Max 3. Hát viszont lassulni fogok.
Ha megpróbálok elnyúlni, hát ha. Szóval, hogyha megerős, nincs nagy probléma. Így elég nehéz lesz elnyúlni. Elég kilemetes tempót megyünk most valahogy. Ennél nem kell megszakadni. Mégis elég ez az első helyhez. És hát azért bár szerint, de ilyen nem nagyon szokott történni. Tudja nekem ez nagyon. Elhűteni kell majd a játékon picikét szerintem. Más helyben, hogyha ennyire nyerünk, akkor máshol még jobban fogunk. Mondom, itt a védekeznem nem kell. Kubi elő ide vagy oda, tehát semmit nem ér. Túlélésre szoktam használni ezt a lágyat. Lassulunk. Sokkal jobb ez a Ferrari, mint a McLaren volt. Sokkal jobban illik a ízlésemhez, stílusomhoz. Approaching the pit window and you're going to be on mediums. Gap to your teammate behind is 13.2 seconds. Robert is in the pit. Come on, Robert. Come on. Robert. Elünk, Robert! Vicces a Robert! Sajnálom, hogy egy ilyen idióta csapattársam van. Concerns at the moment, just focus on the driving. Nem jó, hát nem, folyton lecsúszott, és élelmi vele hát.
hihetetlen, hogy mennyire gyorsak vagyunk, hogy jó ég. Tényleg döbbenetesen. Oda teszem magam, hát... Hát ez őrület. Most megint mi történik? Még följebb kell venni majd a nehézségi szintet. Följebb is veszünk. Nem kell, nem szenvedünk az első helyen jelenleg. Hát jó, azért nem fogom eltolni magamtól ezt a győzelmet, ha nem probléma. De hát így nehéz megtalálni azért a megfelelő szintet. Tehát most hihetetlen amúgy most kezdő játékos lennék, baszki. Fogalma nem lenne arról, hogy most itt mi a helyes. Hadd menjen, nem probléma. Töltünk az erre legalább. Kubik meg abu is már kezdenek meghalni. Éppen itt elkocsikázunk mögötte. Taktikailag ez teljesen jó. Még az is lehet, hogy egy körtén ráteszek, hogyha majd kimegy a boxba. Meglátjuk, milyen lesz a gumi. Tudom azt, hogy Bákfején... Hát egy ilyen eredmény alapján tudom, hogy mi lesz a megfelelő megoldás. At the moment, the car behind is lapping faster than us by around a second a lap. Oha! Életbe bele. Hát bűtös istálóját már, de komolyan. Körvége box. Hogy meglátjuk.
perfect job from you and the crew there, mate. We're delighted with that. Look after these tyres now, you want to finish the race on this compound. Okay, the officials have deployed the safety car due to multiple cars being stopped on track. Mind your delta. Which one are? I've got information on Tictum. They're retiring from the race. What's this one boy? You better tell Link. And you can't overtake. Gyerekek! Yeah, hát ez most komoly! Mi a büdös nagy francia küldtél be ezt a safety car? Ketten kiforogtak. Nagyon szép. Just fitted the hard tires. Car ahead now on the hard compound. Mutatok neked Benni mindjárt erengét, jó? Már kimegy a safety car. Mutatok neked erengét. Én meg tudom különböztetni, hogy mi az erengé. És mi a hiba? Mi az, amikor hibázik egy versenyző Hollandiába, Szaúd-Arábiába, meg mi volt egy pálya, ahol konkrétan ezen ment el a győzelmünk. Elfékezte a gyerek, felénk vetődött, letörte a szárnyunkat. Az, igen, erengé. Így van. Ez nem az. Hogy mutatok neked igazi erengét, jó? Amire te gondoltál. Megmutatom neked. Mindjárt kimegy a biztonsági autó, és akkor figyelj majd. Érteni fogod. Ahogy én is megértem, hogy miről beszélsz.
Ricardo szerintem még nem volt boxban. Hogy várja, honnan rajtolt? Attól függ, ha top 10-en kívülről, akkor már volt. Tizedikről rajtolt? Akkor is volt boxban. Nem volt boxban akkor. Jézus már, de mit csinálod az idióta? Akkor miért nem jön ki most itt a biztonsági autó alatt? Ricardo verseny most ér véget akkor. Hát ez fix. Sőt, pár véget ér. De most már nem fog kijönni. Kör végén bejön a safety car. Attól függ. Piaci utolér bennünket, akkor még marad. Vagyis, hogy akkor kijön. Racing again, the safety car is in this lap. When the field accelerates, remember there's no overtaking until the timing line. Safety car in this lap. Okay, clear. Battery charge is high, let's use that overtake button a bit more. Mutatom az erengét. Mutatom, figyelj! Flippeljük nyugodtan. Küldjük el az illetőnek. RNG. Következő körbe visszatérünk erre még, jó? Hogy ez hogy történik? Ezóta fazoltól azért esik megkülönböztetni.
think the stewards have now enabled DRS. DRS is now online. RNG, ugye? Ez is RNG volt, gondolom. Na ez a bug, és majd megmutatom, hogy milyen az RNG. Jó? Maradjunk annyiba, hogy akkor most egy viccet az félretegyem. Ez bug. Ami a restart voltam, az is bug volt. Ilyen nincs, hogy elfékezi. Az elfékezés az az, amikor füstöl a kereke. Olyan nincs, hogy csak úgy elfékezi füstölés nélkül. Ilyen nincs. Megyünk tovább. És kurva Istán, hogy járt benne pasznak. Nem hiszem el. Senki nem gondolja ezt, hogy szándékosan forgattam meg magam. Legszívesebben fölrobbannék. Nice work, mate. That brings you up a place. To the car in front is 2.2 seconds.
Okay, the next car ahead is a Renault. Okay, you're in the top 10. Currently trailing our teammate by 1.5 seconds. Okay, clear. Information on Ocon. Right, they've got a serious car issue. It looks like they're retiring. Erengé volt még mindig, gondolom. Thank you.
show some respect for your teammate. There's little satisfaction to be had in overtaking like that. Megmutatom megint az erengét. Ha még mindig erengé. A biztonság kedvéért. Okay, so we're leading our teammate by 2.1 seconds. Picikét összeszedem magam erre, sügyileg. And that's just 5 laps of fuel remaining. Közben töltünk, Magnussen meg kell előzni valahogy. Előzi most Magnussen. Brilliant, nice move, keep going. Okay, no issues with tyre wear for now. Keep taking care of them. Pace is strong, but be aware these tyres need to go the distance. Hogy mennyire röhely, baszki, Perez a második. Édes Istenem. Meg kell futni a leggyorsabb kört. Föltöltem a DRS-t. Utolsó körben megpróbálom megfutni a DRS-t valahogy. Gyerünk már.
we've got enough fuel for three more laps. Okay, this is your final lap of the race. Kár, hogy hibáztam, mert meg a leggyorsabb kör. Jó verseny volt nagyon. Jó lesz ez a karrier. Mit szóltok? Jó lesz, nem? That's it for another Grand Prix and a fantastic win for Mercedes. So, Anthony, what made the difference? Óriásit mentettünk. I think that smart time management a kutyafáját. Very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tires at all times. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners. Kicsit följebb veszük a nehézségi szintet. Köszi mindenkinek! Küldöm a csókokat! A dobogó harmadik fokáról. Perez második! Istenem! Szégyen! Szégyen! Ez szégyen! Ez szégyen! Hát kellett ide egy káosz futam. Hát neki a biztonsági autó annyira jó jött, hogy őrület. Őrület. So then, it's time to see how this result affects the Drivers Championship. Well, after an incredible day of racing, who was your driver? Top auto a Pino szerinted. Have to give it to Di Paolo. Mi lenne reális? Great job at getting the most out of their tires. Mi lenne optimális? Pace, something that's a very handy skill to have in modern day Formula 1. It's time to see how things are shaping up in the Constructors Championship. Egyetértünk egyébként. Mercedes move to the top of the table. I'm equal parts. Azért fogjuk följebb venni. Azért is mondtam ezt korábban. De mi lenne reális? Ha mindig szenvedni kellene első autóval. Top autóval azért, hogy beüssük a Q2-be? Mert akkor az fog történni egyébként meg. Azt, hogy a középcsapatokat úgy kerülgetjük ki, szinte mint hogyha F2-es kocsikat kerülgetnénk egy F1-essel, hát arról én nem tehetek.
Ez van. Amúgy, van itt egy olyan dolog, amit szeretnék megmutatni, csak remélem nem fog kifagyni a játék. De ha kifagy, akkor majd... Akkor ez van. Volt egy... Hát nem tudom, ez életem mentése volt. Szeretném megmutatni. Mit nagy képüsködjek. Ez volt az. Itt az volt a cél, hát ez első iszony, hogy ez tényleg bejött, de bejött, baszki. Itt az történt, hogy előttünk volt Stroll. Kibújtunk, tudtam azt, hogy egy nagyon jó féktáv kell, hogy megelőzzük. Tehát bevetődünk mellé, őt föltartja az előtte lévő, gagyi féktávot fog venni, ki kell használni. És annyira későn fékeztem, hogy láttam, hogy bele fogok rongyolni. Ha ezt az utat folytattam volna, Albonon állok meg, a másik Aston Martinon, ez 100%. De azt csináltam, fölengedtem a féket, kikormányoztam balra, aztán egyből jobbra, hogy mentsük a menthetőt. Ez még nekem is tetszett. Hát ez nagyon jó volt. Aztán volt egy előzés, ami talán megér még egy misét. Hogy játszom egy picikét a deszem még. Aha, ez talán. Jajaja. Vagy nem? De. Itt egyébként az volt, hogy kis magyarázatot rakjak mellé, hogy előttünk van Bottas az Alpinnal, bal szél 150-es táblánál Lökler. Az volt a fejemben, hogy Bottast elengedjük. Vagy várjál, hogy volt ez? Hogy volt a fejemben? Jöttünk, nagyon gyors volt a tempója, verhetetlen volt a tempója szinte, azt lehet mondani. Ha belső éven maradok, akkor fix megvan, de egyszerűs, mert ugye, ha van egy ideális éven lévő autó, mint ahogy most Leclerc van, akkor ilyenkor az ellenfél fogja magát, és sokkal-sokkal optimálisabb féktávot vesz, mint... Tehát nem tartják föl, nincs olyan autó előtt, aki feltartja, aki belassítja őt féktávon. És ő valószínűleg bevetődött volna, ahogy be is vetődik, oda néz. Tehát már itt van, Leclerc mellett. Ez történt volna mindenhogy. Ketten itt konkrétan olyan, vagy hárman olyan szinte egymás mellett lettünk volna, hogy őrület. És úgy voltam vele, nem mondom az anyádat, azt maradunk itt akkor, szélén. Meglátjuk, mi történik. És azt vettem észre, hogy megint rosszul fékeztem. Annyira nagy tempóval jött ő meg 3.48, elrontottam a féktávot. Mondom, jó, picit kiengedjük, fehér vonalon rajta maradunk, rázókövön, elsrisszanunk, mint Norris. Mikor debütáló évében volt, azt hiszem, akkor itt az egyes szektor végig, tehát a következő egyenes féktávon csinálta ezt ugyanúgy meg. Itt fogtuk magunkat, és hopp, mondom, akkor sics, úgy betapad, akkor jó, ha nem, akkor baj van. Majd akkor később előzünk meg, de betapad, úgyhogy duplát előztünk. Nem volt rossz. Hát ez így Leclerc szemszögéből érdekes lehet még. Itt is föl kell engedni a féket. Óvatosabban kell fékezni, mert körbe blokkoltunk volna a rázóköveken. Na ennyi. Szerettem volna. Bár lehet, hogy van más érdekes dolog, de szaladjunk ki, mert megint nem mentettem, basszus. Úgyhogy ennyi. Azt viszont szomorúan vettem észre, hogy a cseten megállás nélkül egy olyan dologról volt vita, amit a napnál is világosabb példán bemutattam, hogy őrült hülyeségen megy a vita. Az RNG, tehát hogyha az ellenfél hibázik, az épp elmélyű ember, én úgy gondolom, hogy nem kívánja, hogy vegyék ki a játékból. Megfűszerezi a játékot. Én is mindig amellett kampányolok, hogy ez jó. Mérges vagyok, mondom a magamét, de csak nem fogok tapsviharozni, mikor letöri a szárnyam, az meg a harmadik helyen, melfékezi ő. Mérges vagyok, de örülök neki, hogy van ilyen. Kettő között azért nagy különbség van. Bemutattam, hogy mi történt a versenyen. A versenyen egyébként olyan éveket autóztunk, mielőtt restartoltunk volna. Az első körben az történt TikTok mögött, hogy passz, de az nem egy elfékezés volt. Láttam már nem egy elfékezést, úgy gondolom. És valamilyen okból kifolyólag Feri
ezt így nem akarta így elengedni. Biztos azért, mert biztos nem befolyásolta az, hogy ellenem fogadott végül is. Vagy erre visszatérek, de nem is térek vissza, hanem most el is mondom. Hát, ezt engedjük már el, ezt a fogadást, te jó Isten! Valaki a pontokért rinyál, hogy a restart, hogy miért van restart, hogy van restart. Nem is értem egyébként azt se, hogy a moderátorok ezt miért hagyják, hogy bármilyen rinya, vita legyen fogadások véget. Tehát ez le van tisztában, hogy fogadást nem vitatunk. Maximum javaslatot adunk, fogadhattunk el, fogadhatnak el, és viszont látásra. Tehát olyan vita ment hosszú-hosszú perceken keresztül egy szórakoztatásról szóló élőadáson, ahogy tényleg a jó, mindig a jó kedv forog, mindig a jó kedv pörög. Valamilyen okból kifolyólag egyszer nem bírták elengedni ezt a vitát az illető, a delikvensek. Borzasztó volt látni. És ezt olyan emberek olvassák, akiknek közük nincs róla, és a vita nagyon könnyen vezetett kirekesztésbe, kiközösítésbe. Hát nem szeretem tényleg ezt mondani, de ez ilyen óvodás szint, baszki, hogy a pontokért megy bármiféle rinya. Bemutattam azt egyébként, hogy mi az RNG, mi a bug a játékban. Bemutattam, úgy gondolom, korrekt módon. Bármelyik körbe meg tudtam volna csinálni azt a féktávot, amikor a hajtűbe ott mindegyik ellenfél elfékezte. Az nem RNG, az bug. És ez történt a verseny is. Az már más kérdés, hogy ez hogyan jöhetett szóba. Mikor olyan éveket autóztam szándékosan, hogy ne történjen probléma. A trükk egyébként az, hogyha a hajtűbe szűken veszed a baloldali rázókőhöz rakott közel autót, és úgy fékezel nyílegyenesen, szinte egyenes kormánnyal, és kimész a jobboldali rázókőhöz, szinte jobboldali kerék érinti, és utána húzod vissza az egyenesen autót, akkor a mögötted lévő ki fog pattogni a bukótérbe. Ez a trükk. És ezt csináltam, ezzel tudtam bemutatni azt, hogy ez a bug. Ez nem RNG, hanem ott abban, azon a féktávon, a kanyar íven, a féktávon, mindenen bágos az AI, ez van. És ezt úgy tudom én patchelni, mert minden nekem kell patchelni egyszerűen, vagy nekünk együtt, kitalálunk valamit mindig. Ezt úgy lehet patchelni, hogy szélesen fordulunk rá, holott ez egy olyan kanyar, az egy olyan hajtű, hogy millió íve van, millió féleképpen lehet venni szinte, azt lehet mondani, nagyon nehéz, az egyik legnehezebb féktáv kanyar kombináció az egész felsőnaptárban. Az egyik legkiemelkedőbb nehézség szinten. És azt úgy lehet patchelni, hogy szélesen, nagy ívbe fordulsz rá. Tehát az a lényeg, hogy semmiféleképpen a baloldali rázókőt a közelébe nem mész, egy métert ott hagysz, egy autónyi helyet ott hagysz. Számtalan ilyen dolog van, számtalanszor megforogtunk volna már a játékba. Egyébként meg, számtalanszor. Hogyha nem megyek olyan éven, amilyen éven megyek, ha nem rontam el a féktávot szándékosan, akkor megforogtunk volna. Millió ilyen van egyébként, csak ezt már nem veszük észre, mert ott van bennem. Rengetegszer emiatt én már anyáztam, mérges voltam, ideges voltam, blablabla. Bla, bla. Ezeket úgymond már korábbi F1-es játékokban megtanultam, és tudom, hogy mi a megoldás az adott helyzetre. Az idei játékban viszont van egy lutri faktor, a megforgás. Tehát egyszer gondol egyet az autó, és hopp, megforog, kész. Tavasz. Ezt egyelőre moskosul nehéz. Tavaly évvége fele már azért sikerült, hogy nagyjából ezt is úgy kezelni, egész korrekt módon talán azt lehet mondani. Úgyhogy megpróbálom majd ezt így tolni. Próbálok óvatosabb lenni, ahogy korábban is fogalmaztam, hogy próbálok inkább fél századokkal, vagy mit tudom, pár századdal óvatosabb kigyorsítást, de akkor legalább az meg lesz az a kigyorsítás. És nem lesz az, hogy x századékosan elkoptatott guminál ennyire megnő annak az esélye, hogy te megforogsz. Úgyhogy ennyi igazából. Én úgy gondolom, hogy egy vita addig jó, addig egészséges tud maradni, míg tényleg konkrét tényeken alapszik az egész. Tehát van egyik oldalról is egyéb kézláb, szinte kézzelfogható ér, vagy valami dokumentum, meg másik oldalról is. Itt én bemutattam a dolgokat, hogy mi a bug, mi az RNG.
valami robó kifolyólag nem volt világos. Hát akkor innentől kezdve a vita átmegy abba, hogy veszekedésbe. Jön a fehér falas példa. Tehát a vita onnantól kezdve már az alba fog átmenni, hogy nekem valaki erről a fehér szekrényről azt próbálja bemesélni, hogy ez fekete. Van értelme beszélgetni? Nincs értelme beszélgetni. Pláne nem egy ilyen élőadáson? Na ennyi. Ezt szerettem volna még hozzátenni. Ez nagyon jó verseny volt viszont, hölgyeim és uraim. Följebb kell venni viszont a nehézségi szintet, mert ahogy az alpinos karrier befejeződött, úgymond az első szezonban az alpinnal voltunk, 105-ös nehézségi szinten kezdtük, letoltuk, szezon első felében még azon gondolkodtam, hát ezt föl kell venni 110-re igazából, hogy még nagyobb kihívás legyen. Mindig szeretem a kihívásokat, legyen valami újdonság, izzadni kelljen, anyázni lehessen, torkunk szakadtából, annál édesebb lesz majd a győzelem, amiért idő előre haladtával ugye megküzdünk. És ahogy átigazoltunk a McLarenhez, vissza kell venni az AIT 85-öse, vagy nem is tudom, talán 80-asra is mentünk, vagy nem tudom már, hogy mentünk. 80-85, valami ilyesmi, most 90-esen van már. Vissza kell venni egyre. Mert egyszerűen szét van csúszva az egész játék, nincs optimalizáció, ez van. Tehát ez a lényegében ez ebben a játékban. A második szezonban a 80-85-ös AI volt a 105-ös lényegében. És azért én úgy gondoltam, hogy gondoltam, de másra nem hárítok. Úgy gondoltam, hogy az a legkorrektebb, hogyha nem az van egy top autóval, hogy megállás nélkül azért szenvedünk, azon imádkozunk, hogy a Q2-be bejussunk. 1-2 tizeddel. Mert ez lett volna egyébként meg. És most, hogy itt vagyunk megint a Ferrari-nál, azon kapjuk magunkat, nyilván amellett, hogy az erős sorrend az felborult. Hát a Mercedes nagyon jó, egyértelmű, de nem az igazi. Hát, itt ha picikét ráérzek erre az autóra, ezt tudom nagyon jól, más helyemben, hogyha ennyire gyors vagyok, állítani kell följebb a nehézségi szinten. Időmérőn mondjuk lebőgtünk, de ott nem kaptunk valós képet az időmérős teljesítményről, ott valahogy nem jött össze, valahogy béla voltam, én teltek róla. A verseny meg megtátosodtunk, és Báksányban ennyire nem szabad megtátosodni, ez egészen biztos, ez nem jó. Ezzel módosítunk sürgősen, érdeztük az AI szintet 95-re, Jézus Atya világ, hogy ez van. Én ezt ajánlom mindenkinek, nem kell itt szarozni, félre kell tenni az egót, büszkeséget, mindent félre kell tenni, hogy ne menjen a szórakozás rovására, mert arra megy egyébként. Tehát, hogyha hagyod a nehézségi szintet, figyeltek, tavalyi évben top 10-es eredmény nem is lett volna. Szinte egészen biztos. Vagy nagyon nagy szerencsével esetleg. Halál komolyan, tehát ott konkrétan nem úgy top 10, hát még Q2 se lett volna. Bizony. Ezeket azért mondtam most el, ezeket így minden egyben, mert ezeket úgy veszem észre, hogy visszatérő probléma, visszatérő kérdés, visszatérő vitaforrást, ha lehet így fogalmazni, ha helyes ez így, és ne legyen. Most. Na, így elmeséltem, elmondtam a dolgokat, így röviden többen összeszedtem az információkat. Így lehet pecselni ezeket a dolgokat. Elmondom nagyon szívesen, hogy mire mi a megoldás. Valaki fölteszi a kérdést, bármikor nem problémázok ezen sem. Ott van valami esemény. Te jó ég! Hát ez is például egy bug amúgy, ez nem RNG, hanem ez abszolút ez tehát ha épeszű logikán haladunk, akkor rászre hogyan lenne virivális? Top autóba ülünk, ő meg a mezőny legrosszabb autójába. De ő ugye tavaly a Mercedesben volt. És volt egy nagyon jó kiemelkedő nagydia most, legalábbis ami az időmérőt illeti verseny, nem tudom, hogy hol végzett. Tehát Russellt választom, mert őt lesz a legkönnyebb elverni. Majd Ricardo, de Russell egyértelműen könnyebb szerintem. Versen el fog érezni. McLarenben meg van potenciál, sokat hagytunk ott. Ajó. Szia papa, üdvözöllek. Na is. Milyen arra felé? Milyen a felhozatal?
Nekem se az a célom egyébként, hogy első helyekről rajtoljak. Utálok pole pozícióból rajtolni. A legunalmasabb, legszarabb dolog nem létezik a világon. Mármint ugye ezt a játékot illeti. Vagy egy autóverseny. Nem, semmi játékben nem szeretek első helyről rajtolni. Hülyeség az egész. Nincs se előtted senki, nincs előtted vörös posztó. Nem jó. Nem jó. Én is azt mondom, hogy valami kihívás kell legyen mindig. Tehát hiába, tehát nem azt mondom, hogy Q2-ként szenvedjünk, nekem sem az a célom. Hát hülye lennék. Dehogy is. Fölveszünk ennyire. Már ezt hozzá kell tenni, hogy Bahrein híresen évek óta mindig nagyon-nagyon OP ott az AI. Mindig. Saudarábiában viszont gyönge. Én meg ott pont talán úgy megyek úgy, hogy ahogy úgy egész korrekt. És leginkább a valós teljesítményt az Ausztráliában fogjuk megtalálni, megtapasztalni. Saudarábiában valószínű, hogy ott dobogóért fogunk menni, vagy futam győzelmért. Én ezt jósolom. Ezt jósoltam még Bahrein alatt is. Meglátjuk. Meg hát arról nem beszélve egyébként, hogy azért új csapattá vagyunk, új impulzusok, máshogy viselkedik az autó. Teljesen másképp viselkedik. A fedélzeti kamera is teljesen más hatást kelt az egész autó, úgy, ahogy van.